Köszönöm szépen, hogy eljöttetek erre a mai Drogriporter Szabad Egyetem rendezvényre, aminek a témája a drogjog. Pakka zsebben címmel hirdettük meg. Alapvetően az a cél, hogy ilyen elég praktikus ismereteket adjunk át arról, hogy a hazai drogjogi szabályozásban mi változott az elmúlt években, illetve hogy mik azok, amikre oda kell figyelni, mit kell tudnia akár egy érintettnek, akár a hozzátartozóknak, vagy segítő szakembereknek, akik ezzel a témával foglalkoznak. Először dr. Móró Levente fog nekünk egy előadást tartani, és utána pedig ide kiülünk majd még páran Kardos Tamással, aki a TASZ-nak, a Társaság Szabadságokért Jogvédő Szervezetnek a munkatársa, és ő beszél majd nekünk a TASZ-nak a jogvédő tevékenységéről, és Fazekas Tamás ügyvéddel, büntető ügyvéddel, aki már volt egyébként vendégünk a Drogriporter Szabad Egyetemen, és közösen fogunk beszélgetni vele a ti bevonásotokkal arról, hogy milyen érdekes kérdések merülhetnek föl a hazai drogok jogi szabályozásával kapcsolatban. Tehát, és az a Drogriporter bemutat a drogháborúnak, ja, az drogjogsegély, ami most itt a Pakka zsebbennek egy verziója, a no-bukta bűneset megelőzési játék. A bűneset az egy megelőzendő dolog. A bűn is egy megelőzendő dolog, úgyhogy van mindenféle bűnmegelőzési tanács, meg ilyesmi, ami a bűn elkövetést próbálja megelőzni. Ezt egy kicsit kitágítottuk úgy, hogy a bűn esetet kell megelőzni, tehát azt, hogy belőletek legyen a bűneset. Ez egy nagyon nemes cél, és erről fog szólni ez a játék. Ez egy olyan játék, ahol hát igazából nyerni nem lehet, de nagyokat lehet veszteni, de valószínűleg jó tippekkel meg lehet oldani, hogy az ember ne veszítsen nagyokat, ami hát olyan, mint egy nyerés. Továbbra is dr. Móró Levente vagyok a dát.hu-tól. Bemutatnám a kollaborációs szervezeteket. A Drogriportert gondolom nem kell bemutatni, a Drogriporter Szabad Egyetemen vagytok, biztos ismertek a Drogriportert. A többi szervezet pedig egyrészt a dát.hu, aminek a weboldalán droginformáció, tematikus beszélgető fórum és ecstasy tabletta adatbázis van. Ez egy 2001 óta működő, folyamatosan működő oldal. Van, aki nem ismeri a dát.hu-t? Jó van. És ennek van most egy Facebook csoportja, ami pszichedelikumokról és ártalomcsökkentésről szól, és illetve hát most már drogjogsegély is elég sok van a adott helyzet miatt. Ez egy zárt csoport, lehet csatlakozni hozzá. Illetve van a Társaság a Szabadságjogokért, akivel hát régebb óta kollaborálunk. Széleskörű emberi jogi érdekvédelem és ingyenes jogsegélyszolgálat is van, úgyhogy ez az előadás ez a TASZ-nak a kiadványán alapul, ami a Pakka zsebben mire számíts, ha megfognak kevés droggal alcímet viseli. Ebben nekem is van egy kis kollaborációs részem, itt van a címe, hogyha valaki nem akarja most bepötyögni, akkor ott van a QR kód is, de rákereséssel a Pakka zsebben rákereséssel megtalálható. Ennek a kis kiadványnak, ami papíron is létezik, ennek van egy nagyon szép ilyen kis büntetőeljárást illusztráló folyamatábrája, és gyakorlatilag ez egy nagyon jó alap előadása, tehát hogy ezt fogjuk így átnézni, hogy milyen sorrendben történnek a dolgok, kezdve az igazoltatástól előállítás, gyanúsítás, nyomozás, utána az a középső rész, ez a nyomozás része, így a kihallgatás, rabosítás, tanúskodás, házkutatás, és akkor jó esetben megy az elterelés felé a dolog, nem annyira jó esetben pedig lesz vádemelés, és utána megint nem jó esetben lehet tárgyalás, és utána ítélet. Ezeket fogjuk megnézni, hogy úgy játékformában, hogy melyik szakaszt hogyan tudod ügyesen elkerülni. Kiindulási helyzet az sokféle lehet. Lehet, hogy egy cicalányt az utcán rendőrkutyák igazoltatnak, vagy a közúti ellenőrzés során elkapják, megállítják. Szórakozóhelyi diszkóra az a lehetséges, egy rossz akarója, kábítószergyanús anyagot tartalmazó küldeményt küld a számára, dílerét elkapják, és nyomozás során őhozzá is elérnek a szálak, illetve egy meg nem nevezett óbetűvel kezdődő fesztiválra be vagy kilépéskor, vagy ott helyszínen esetleg belefut egy rendőri intézkedésbe. Ezek közül az intézkedéssel kezdjük. Ez egy kicsit hosszú rész lesz, de elég lényeges az intézkedés dolog, mert ez alapozza meg ugye összes rákövetkező szakaszt. Az intézkedés nem lehet véletlenszerű, tehát hogy olyan, hogy rutin ellenőrzés olyan nem létezik, annak mindig kell, hogy oka vagy célja legyen, amit utólag közölni kell az intézkedés
áldozatává válóva, sajnos az áldozat az nem csak allegórikus. Fokozott ellenőrzés néven van egy ilyen dolog, ami elrendelhető bármikor, itt egy példa rá, például az országos rendőrfőkapitány fokozott ellenőrzést rendel az ország egész területén, például 2016-ban július, augusztus, szeptember hónapokra. Tehát ilyenkor a rendőröknek többlet joguk van megállítani embereket és igazoltatni, stb. Stb. Ennek szokott lenni eredménye is, például egy bizonyos 13-as fesztiválon általában a bekilépők ellenőrzése közben szoktak volt találni mindenféle kábítószergyanús anyagot. Hát ez fönn van a polisz.hu, hogyha valakit nagyon érdekel, akkor rá lehet keresni, hogy esetleg amerre ő mozogott, nehogy belefusson egy fokozott ellenőrzésbe, hogyha nem fannja a dolognak. A rendezvényre a be- és kilépők ellenőrzése az tehát ez egy jogszerű dolog, lehet idegenrendezési célú, tehát illegális bevándorlás megakadályozása, vagy jogsértéshez kapcsolódó, éppen volt egy rablás a közelben, és erre szaladta a feltehető elkövető, és az összes többi jelenlévőnek olyan nagy a testtömeg indexe, hogy a illető cicalányt fogják gyanúsítani, hogy csak ő tud így szaladni. Bármi lehet, gyanús viselkedés, például hangos valaki, vagy a piroson átsétál, ez már elegendő alapot ad egy intézkedésre. Csak utólagos rákérdezés lehet az okra célra, tehát nem szabad leállni a rendőrrel vitatkozni, hogy akkor most miért engem PC-ztél ki. Az intézkedés egy rendőri protokoll, ez egy megszólítással és köszönéssel kezdődik, a napnak és a napszaknak és a kornak, nemnek megfelelő módon. Ennek kötelező engedelmeskedni az intézkedésnek, tehát hogyha a rendőr felvilágosítást kér, vagy egyébként igazoltat, akkor hát muszáj engedelmeskedni. Az ellenszegülés az előállításba torkollik, jobb esetben, rosszabb esetben halálba. Aktív ellenállás elmeneküléssel az előállítás, a hivatalos személy elleni erőszakhoz egy büntet, illetve a passzív megtagadás az, hogy nem csinálok semmit, csak el vagyok, mint egy rongybaba, hát az megvalósítja a polgári engedetlenséget, az nem tudom, hogy mennyire veszik erőszaknak, hogyha valaki éppen csak összeomlik a földön és elviteti magát. Az intézkedés végén lehet elkérni a rendőr igazolványát, vagy nevét, az azonosítóját és a szolgálati helyét, és a személyazonosság megalapítása az igazolvánnyal történik, személyi útlevél vagy jogosítvány, de ez nem kötelező, tehát nem muszáj, hogy mindenki cipelje magával az igazolványát. Lehet olyan is, hogy egy magát már igazolt személy igazolja az első személyt. Itt azt kell tudni, a másikról kell tudni a három adatot, a nevét, a születési időt és helyet, illetve az illető anyjának a nevét, és akkor valaki más is igazolja azt, aki nem tudja magát igazolni valamilyen okból. Lehetségesek egyéb megoldások is, az adatok bediktálása és online egyeztetése, a rendőrnek is van egy mobil kütyüje vagy hasonlója, ami pillanatok alatt nyilván megtalálja az adatok alapján az illetőnek az arcképét, és akkor be van azonosítva. Már van azonnali arcfelismerő rendszer is, tehát hogy most már néhány éve, hogyha rátartják valakinek az arcára a mobil kütyüt, akkor teljesen adatbázisból valós időben be tudja azonosítani. Régen még úgy volt, hogy egy szakértő állapította meg, hogy a két arc egyezik-e, de ez most már nincs így. Illetve vannak ilyen opciók, hogy a rendőr hazakísér az igazolványért, mondjuk ki akar egy rendőrt az otthonába, illetve valaki odahozza az igazolványt otthonról. De a legegyszerűbb az, hogy csak be kell diktálni az adatokat, és a rendszer már rögtön mutatja is az arcot, tehát hogy egyeznek az adatok. Ha valaki erre nem hajlandó, akkor előállítás lesz a vége. Kapcsolódó a ruházat és csomagátvizsgálás, tehát itt a rendőr rákérdez, hogy van-e önnél tiltott tárgy, vagy fegyver, vagy hasonlók, és hát átvizsgálja a szemét, ruházatot és csomagot. A ruházatban mondjuk zsebek, sapka, táska, cipő átvizsgálás az úgy okés, ha levetetnek valamit, ami mondjuk csak úgy fed valami testrészt, szerintem, hogyha már úgy újabb bőrfelületek kerülnének leleplezésre, akkor az már annyira nem okés. Tehát itt van egy ilyen bizonyos határ, nem lehet vetköztetés, és a ruházat átvizsgálás, kivéve mondjuk sapka, cipő, kesztyűs áll, az mondjuk nem minősül talán ennek. Nem lehet testüreg vizsgálat, sőt nagyon nem. Nem lehet látható mások által, vagy megalázó, vagy pedig más nemű által történő. Tehát itt érdekes kérdés, hogyha két férfi rendőr odasétál egy csapathoz, ahol van nőtag is, akkor valószínű itt nem lehet áttaperolni a más neműeket például. Kábítószer gyanús anyagot keresnek, elég, hogyha gyanús, tehát itt a minden, ami olyan nem gyári csomagolt, meg mondjuk porformájú, jelöletlen tabletta formájú, zöld növényi törmelék formájú, stb. Az már gyanús, tehát az már megvalósítja a gyanút. Kábítószer használati segédeszközök is neccesek, főleg, hogyha azok valamivel
szennyezve vannak, mondjuk kábítószergyanús anyaggal szennyezett. Például ilyen a morzsoló, tehát volt ilyen, amikor buliból visszafelé jövett embert lekapcsoltak, és csak morzsoló volt nála. Szokták ilyenkor kérdezni pont, hogy a hosszú cigipapír az minek minősül. Hogyha nincs rajta szennyeződés, akkor valószínűleg egy teljesen sima dohányboltban megvásárolható tárgy. Tehát az nem kéne, hogy önmagában necces legyen. A kiindulási helyzetekből, tehát ezeket vázoltam fel, ezeket kicsit átnézzük, hogy mikor, mire számítson az ember, kezdve az utcával. Az utcán tehát ez a helyzet, amikor valaki mondjuk úgy, hogy rossz időben van rossz helyen, vagy hogy mások vannak rossz időben rossz helyen. És a rendőri intézkedésnél, mint említettük, igazoltatás, személyazonosság megállapítása történik első körben. Mindig kell tudnia a rendőrnek, hogy kivel áll szembe, és hát ha az körözött vagy valami. Kipakoltatás, ruházatcsomag ellenőrzése, ez alap, és kábítószergyanús anyag vagy eszköz lefoglalása. Most mit lehet tenni, hogy ne kerüljön az ember ilyen helyzetbe? Először is ne mozogjon egyedül éjszaka és profillal, vagy egyedül, vagy éjszaka, vagy profillal. Úgy tűnik minta alapján, hogy jellemző, hogy éjszakai szórakozó helyek közelében lehet, hogy többet járőröznek, és az onnan visszatérőket kiszúrják, és azokat igazoltatják. Voltak ilyen esetek, amikor valahogy kiderült, hogy lehet, hogy ez összefüggés volt a igazoltatással. A profil pedig azt jelenti, hogy ha mondjuk az ember egy hatalmas kannabiszleveles baseball sapka van, vagy póló, vagy ilyesmi, akkor nyilván valahogy profil, nem tudom, hogy a rasztahaj is eléggé profilál önmagában, valószínűleg meg a mindenféle mondjuk kicsit lepukkant külalak, vagy pedig valamilyen etnikumhoz tartozás. Ezek olyanok, hogy hát az embernek mondjuk nem muszáj egy nagy Bob Marley-s pólóba feszíteni éjszaka ilyen helyeken, saját magán segít ezzel. Ne legyen nálad kábítószergyanús anyag. Nyilván nem mondom, hogy ne legyen nálad kábítószer, mert hát miért lenne nálatok kábítószer, de hogy ne legyen olyan se, hogy jaj, igen, elfelejtettem ebbe, ennek a kabátomnak a zsebébe beleraktam még 3 hónappal ezelőtt, már nem is tudtam, hogy van nálam ilyen, vagy a pénztárcámba el volt rejtve egy valami. Nem, mert ezeket, még ha te nem is találod meg, de egészen véletlen megtalálható, ember célirányosan, hogyha valamit visz A helyről B helyre, akkor amíg éppen szükséges A-ból B-be vinni, mondjuk haza, akkor oké, de utána nem mászkáljon ilyesmi dologgal, vagy hogyha elvisz éppen megsemmisítésre, akkor visszafelé meg már teljesen felesleges hozni onnan, hogy jaj, kicsit sokat vittem. Nem kell semmi extra mennyiségekkel mászkálni. Az a legegyszerűbb, hogy az ember nyugodtan átsétálhat a piroson, hogyha nincs nála semmi necces. Aki megáll a piros előtt, annál biztos van valami necces. Nem mondj semmi extrát a rendőröknek. Ez egy nagyon alap, ez meg lesz ismételve sokszor, ez a don't talk to cops. Mert mindent felhasználhatnak ellened, az is lehet, hogy amit nem is a vallomásban mondtál, hanem a rendőr a tanúvallomásában elmondja majd a bírónak, hogy igen, te ezt meg ezt mondtad, amikor éppen intézkedés alatt voltál, akkor lehet, hogy abból lesz valami bajod, ez a ne szólj szám, nem fáj fejem. És légy semlegesen együttműködő, ez azt jelenti, hogy nem kell jópofizni, nem kell nagyon mutatni, hogy mennyire képbe vagy, nem kell dicsérni a rendőrnek a jelvényét, meg ilyen egyéb dolgok. Tehát, hogy légy ezért semleges, állsz, ha kérdeznek, válaszolsz, ha nem kérdeznek, akkor nem csinálsz semmit. Nagyon nem kell például oldalirányú lépéseket tenni, mert a szökési kísérletnek minősülhet, úgyhogy teljesen csak úgy lefagyok, állok, várom, hogy ezért mikor akarnak tőlem valamit, addig ezért lekapcsolom a automatizmusokat. Ha ez okés, ha ezek megvannak, akkor okés lesz a helyzet, ha nem, akkor eljárás tovább folytatódik, vagy kezdődik igazából. Közúti helyzet az relatíve hasonló, ott a cicalány megállítják a rendőr ellenőrző pontnál akár. Furcsán tartja az ujját, lehet, hogy ott még volt egy pár pillanattal ezelőtt valami, de már úgy látszik, nincsen. Ennek a forgatókönyve szintén nagyon hasonló, intézkedés, igazoltatás, személyazonosság megállapítása. Itt van alkoholszonda vagy kábítószer gyors teszt is lehetségesen. A kábítószer gyors teszt az itt nyálból szokott lenni. Majd utána kommentálhatjátok, nekem nem volt ilyenhez szerencsétlenségem, de valószínűleg ez a rutin, ami eltérhet persze a standardtől. Van ilyenkor gépjármű átvizsgálása és kipakoltatás, mert ez egy kicsit úgy necces, hogy ez nem egy olyan, mint a kutatásnál, tehát a házkutatásnál, amikor így nagyon át lehet vizsgálni a gépjárművet. Tehát a tudtommal a rendőr úgy bekukkanthat egy kicsit a utastérbe, talán megnézheti a kesztyűtartót, kinyitathatja a
csomagtartót, de úgy nem túrhatja nagyon át a kocsit, vagy nem szedheti fel a szőnyegeket, tehát olyan nagyon részletesen nem vizsgálhatja meg, de úgy mégis valamit. Itt szintén, ha van kábítószergyanús anyag, akkor az, vagy eszköz, használati eszköz, azt lefoglalja. Itt az első extra szabály az, hogy tartsd be a közlekedési szabályokat. Tehát, hogyha ha valami alapot adsz arra, hogy tudom, szabálysértés vagy közlekedési valamit okozol, akkor igazából az már egy felkelti a gyanút, hogy miért okoztad ezt, lehet, hogy nem vagy teljesen full tudatállapotban. A következő az, hogy ne legyen nálad kábítószergyanús anyag, mint az előbb is. Ne mondj semmi extrát a rendőröknek, és légy semlegesen együttműködő. Ezekkel, hogyha betartod, akkor ok, és ha nem, akkor eljárás. Szórakozó hely, szórakozó helyen a rendőri intézkedés, ez a hírhet diszkórazzia, amit már annyira nem szoktak csinálni talán, de azért még itt elég sokan emlékszünk olyan fővárosi szórakozó helyekre, amiket azóta már rég bezártak, mert razzia volt előtte. Nem tudom, R33-ra emlékszem, talán Korvintetőre is. Nem tudom, volt egy jó pár ilyen. Itt is ugyanaz a sztori, személyazonosság megállítása, kipakoltatás, ruházat és csomag ellenőrzése, és kábítószergyanús anyag eszköz lefoglása. Itt az a baki szokott történni, hogy az emberek táncolnak az egyik helyiségbe, és a táskájukat az iratukkal és a motyójukkal ott hagyják a másik helyiségbe. Na már most, amikor jön a rendőr, hogy mutassuk be az igazolványt, akkor hát az úgy megy, hogy ott van a táska a másik szobában. Igen, menjünk oda együtt, utána melyik a tiéd az, akkor rakjuk ide az asztalra együtt, és akkor nézzük át együtt. És hogyha ott van az igazolvány plusz mellette a motyó, amit lehet, hogy még a kábítószerkereső kutya is kiszúr, akkor az elég bukta. Ilyenkor az szokott lenni nyilván, hogy az embernek az igazolvány van a táskában az egyik szobában, és esetleg valami kiesik egy sötét sarokba a zsebéből, mint ahogy sok más szórakozónak a zsebéből is kiesnek a sötétbe a tárgyak, amikor felkapcsolódik a villany, vagy hát előtte, és bejönnek a rendőrök. Pupillateszt az hát szokott volt lenni, nem tudom most mi a policy. Itt alapvetően egy igazságügyi szakértő szokott működni, ezt megállapítani, hogy a pupilla az vajon csak egyébként az örömtől tágul-e, vagy pedig itt valamilyen szerhasználat gyanítható. A szabályok szintén az, hogy ne vigyél semmi extrát magaddal, ne hozz vissza extrát magaddal, ne tarts magadnál úgy extrát, hogy amikor gond van, akkor az még mindig nálad maradjon. Ne mondj semmi extrát a rendőröknek, légy semlegesen együttműködő. Így se kell nagy pupillákkal ölelgetni a rendőrorvos, meg a többit. Oké, vagy eljárás. Küldeményeset, ez is, hát gondolom relatíve még gyakoribb is talán, mint mondjuk a diszkórazzia. Itt a ismeretlen rossz akaró küld egy küldeményt, amiben vagy kábítószer, vagy új pszichoaktív anyag van. Ezek fönn szoktak akadni a NAV mélységi ellenőrzésén, és a kábítószergyanús küldeményt azt lefoglalják, nem tudom ki olyan ostoba, hogy berendelne egy kábítószert, és ráíratná a saját nevét és a címét. És utána ez olyan, mintha lenne egy rendőr sorfal, és akkor megpróbálok valamit úgy óvatosan átdobni a fejük fölött, hát ha nem veszik észre. Hát ez nem így működik. Nyilván, ha én lennék a sötét oldalon, akkor nyilván lenne egy adatbázisom azokról a feladókról, akik beszállítók és küldenek mondjuk nyugat-európai országból legálisnak beállított küldeményeket, vagy pedig azokról a címzettekről, akikkel kapcsolatban már volt korábban ilyen küldeménylefoglalásos ügy. Az eljárás az ismeretlen tettes ellen szokott irányulni alapból, vagy hát nem tudom mennyire szokott, de ez lehetséges. Tehát a feladó az, aki a küldeményt küld, tehát hogyha a feladó ráírja a nevét, akkor szintén nem annyira, hogy mondjam, dolog. A címzett először csak érintett az ügyben, úgy, mint egy ilyen vagyoni kényszerintézkedéssel érintett, tehát hogy az ő tulajdonát, az ő általa birtokolt küldeményt foglalták le, ezért tehát ő az állammal egy ilyen kapcsolatban van, hogy az állam elvett tőle valamit, vagy ideiglenesen nem adja oda neki azt a valamit, ami igazából az ő birtoka. Bevizsgálás után házkutatás szokott lenni, tehát amikor kiderül, hogy a kábítószergyanús anyag az tényleg kábítószer vagy új pszichoaktív anyag, akkor szoktak kijönni házkutatásra, mert hát feltehető, hogy valaki, akinek a címe ott meg van adva, akkor ott, ha egy kicsi van, akkor az megy a többihez, tehát hogy lehet, hogy ott van több is. Rossz esetekben bevizsgálás nélkül azonnal lesz házkutatás. Erre két esettípust láttam a gyakorlatban. Az egyik az, amikor a varázsgomba szklerócumra ráírja az ostoba vendor, hogy contains psilocybe
natural, vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy ráírja gyakorlatilag a pszilocibin szónak valamilyen formáját a küldeményre, ez már elegendő gyanúok arra, hogy abba kábítószer van, mert rá van írva. Ilyenkor közvetlen ki szoktak jönni, nem is várják meg a bevizsgálást, mert megvan a gyanúnak az alapja. A másik eset az, amikor a címzetnek volt már korábbi kápszis ügye, és hát ezt is le tudják kérdezni persze egy pillanat alatt, és akkor szintén megszokott állni az a gyanú alap bevizsgálás nélkül, hogy akkor ez valószínűleg kábítószer, amit neki küldtek, mert neki volt korábban kábítószeres ügye. Na, ilyen esetekben nagyon nem érdemes ráírtatni saját nevet, címet a semmiféle küldeményre, még a rossz indulatú, rossz akaró által sem. Ha bármi kimutatható, már nem adják vissza. Hogyha az a kimutatott dolog az kábítószer, vagy új pszichoaktív anyag, akkor nyilván lefoglalás után elkobozzák a küldeményt. Hogyha viszont valami még legális szer van benne, amiknek a száma nyilván fokozatosan csökken, akkor sem adják vissza. Akkor megvárják azt, amíg az az anyag felkerül a új pszichoaktív anyagok listájára, tehát az úgynevezett C-listára, és utána már arra fognak hivatkozni, hogy hát ezt már nem adhatják vissza. Ez hát ez olyan néhány hónap szokott lenni, amíg az anyagok felkerülnek a listára, tehát a Magyarországon felbukkant anyagok, mondjuk ilyen 3-4 hónap talán, addig simán elhúzódik az ügy, és utána igaz, hogy nem lesz semmi következménye az ügynek, mert amikor még beérkezett az országba a küldemény, akkor még legális volt, de mivel közben, időközben illegálissá vált, ezért nem adhatják vissza. Tehát ez egy jogi következmények nélküli, de az ember bukta a csomagot. Amit nagyon pirossal kell írni, hogy ne rendelj semmit saját névvel, saját címre és saját fizetőeszközzel. Fizetőeszköz az vagy a saját névre szóló bankkártya, vagy bankszámla, ami köthető. Ez egy alapdolog. Tényleg kábítószerekre nem írunk rá, vagy nem iratunk rá személyes adatokat. Nagyon alap. Na, ha ez megvan, akkor oké, ha nem, akkor eljárás. Akkor nyomozás a következő. A nyomozásnál az szokott lenni általában, hogy valakinek lefülelik a dílerét. És a díler az általában ilyenkor mindent is el szokott mondani. Tehát elmondja, hogy kik a kliensei, kik vásárolnak nála, ő kitől vásárol, stb. Vagy megadja a telefonja nyitókódját, vagy egyéb dolgokat csinál, csak azért, hogy mentse a saját bőrét. Tehát itt nem nagyon számít a hosszú távú kliens kapcsolat. Illetve az is lehet, hogy a dílert már lehallgatták korábban, úgyhogy van hangfelvétel a telefonbeszélgetésekről, vagy az SMS-ek tartalma arról, hogy akkor te ötzözít meg a 4 SP-t, azt mikor kéne, meg hasonló. Itt hát ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni már utólag. Ilyenkor az van, hogy általában már egy házkutatás keretei között jelennek meg a rendéber őr kutyái. Tehát ez valaki más gyanúsított ügyében megy, megfigyelés után, itt az a kérdés, hogy kommunikáltál-e az illetővel, olyan kicsit nem annyira, virágnyelv az nem segít ilyenkor sajnos, illetve a gyanúalap az lehet ellene terhelő vallomás, vagy lehallgatott hanghívás, vagy SMS, illetve az elektronikus üzenetváltás, amit mondjuk a másik fél eszközén megtalálható úgy, hogy ő semmiféle jelkódot, vagy jelszót vagy PIN kódot nem használt ennek titkosítására, vagy nem törölte az üzeneteket, vagy egyébként, tehát az ő oldalán vannak ezek a inkrimináló dolgok. Itt az a lényeg, hogy törődj a saját adataid védelmével, és törődj mások adatainak védelmével is. Tehát itt, ha bárkinek van e-mailbe, SMS-be, Facebook üzibe, bármi olyan, ahol kábítószerről van szó, vagy akár még ilyen kódolt nyelven is, hát azonnal törölje ki. Hát nyilván azt viszont nem tudja megakadályozni, hogy valaki más, akinek küldte az üzenetet, azt ki fogja-e törölni. Hát lényeg az, hogy igazából titkosítatlan csatornákat azt teljesen le kell offolni, a titkosítottaknál meg vigyázni kell arra, hogy a másik fél még az extra kiberbiztonsági intézkedéseket is megtette, amit hát nem lehet tudni. Ha ez oké, akkor oké, ha nem, akkor eljárás. Na és akkor jön még egy hatodik példa a meg nem nevezett, de óbetűs fesztiválról, ami egy magánterületnek minősül, de a be- és kilépőket ellenőrizheti a helyi, gondolom a helyi rendőrkapitány és ság. És itt, amire különösen kell vigyázni, hogy civil ruhás rendőrök lehetnek ezek ez a fesztiválokon, sőt valószínűleg nem is lehetnek, hanem mindig vannak. Tehát ez az alapértelmezés, általában a fesztivál szervezőket től kérnek x darab karszallagot a rendőrök, és akkor ezt kb. Lehet tudni, hogy akkor ez akkor benn vannak a civilek is, akik általában, vagy nem általában, lehetségesen akár
rendőrtiszti hallgatók, felismerni onnan, hogy mondjuk frissen mosott kék farmerbe, galléros fehér rövidújú ingbe, fekete AC/DC feliratú baseball sapkába és egyéb nagyon szubkulturálisan nem annyira kompatibilis szerkóba járnak. Az a dolguk, hogy nézzék, hogy kik a népszerű emberek, és hogy milyen tevékenység folyik, és utána egy felderítési idő után később egy nap bejönnek kábítószerkereső kutyákkal, és sokan, és akkor rajta ütnek célirányosan az autókon, sátrokon, karavánokon, és azokon az embereken, akik ott tartózkodnak, tehát ilyenkor már tudják, hogy kit kell keresni. A szabályok. Ne legyen nálad kábítószergyönös anyag, nyilván ne mászkálj egy fesztiválon, főleg, hogy sok hektárát ott elég sok helyre el lehet rakni ezt az anyagot, hogy ne nyomja az ember zsebét. Ne fogyaszt láthatóan kábítószergyönös anyagot, és ne mondj semmi extrát ismeretleneknek. Sajnos ez utóbbi, ez nemrégiben is megtörtént, amikor valakit, aki fegyház fokozaton tartottak elég sokáig, az csak az volt a gond, hogy egy ismerőse útba igazított egy ismeretlent. Úgyhogy erre nagyon kell vigyázni, mások adatvédelmére. Na, ezekben az a közös, hogy mindegyik egy büntető eljáráshoz vezet, hogyha találnak kábítószergyönös anyagot. A büntető eljárás az, előző esetekben általában a házkutatással vagy kezdődik, vagy folytatódik, tehát akit az utcán vagy a közúton elkapnak, azokat mielőtt bevinnék az őrsre, már rögtön mennek házkutatni. Nyilván a másik sorrendben nem lenne értelme, hogy először kihallgatják, hazaengedik, és utána jönnék neki megnézni, hogy pár nap múlva, hogy akkor van-e ott még valami, hát nyilván nincs, ezért közvetlen szokták vinni házkutatásra. A fesztiválból nem vagyok annyira biztos, tehát hogy valakit ezért hazavisznek egy fesztiválra, mondjuk sok száz kilométerre, az nem esélyes, de ilyen mint budapesti settingben vagy Pest környékében ott simán kocsikáztatják a megadott címre. A házkutatásnál nem lehet azzal jönni, hogy és hol van a házkutatási parancs, anélkül nem jöttök be. Ugyanis a határozat az utólag is beszerezhető, hogyha indokolt, hogy miért kell éppen sürgősen pontot házkutatni. Általában van már előre határozat, tehát, de annak a hiánya az nem oka annak, hogy akkor ne lehetne a házkutatást elvégezni, hogyha alapos a gyanú arra, hogy ott található valami jogtalan, aminek az ügyében folyik a nyomozás. Ez a ház, ez lehet lakás is, gépjármű, munkahely, munkahelyen mondjuk öltözőszekrény vagy iroda, ahol van az illető. A házba vagy lakásba ott leginkább azt lehet átkutatni, ami az illetőnek, a feltételezett elkövetőnek a saját része, tehát hogy például egy lakótársnak a szobájában nem mehetnek be, hogyha másik lakótárs ügyében kiérkeztek a helyszínre, vagy egy családi házba mondjuk, nem tudom, a nagymama szobáját nem túrhatják szét, még hogyha onoka ellen van is valami. Először felszólítanak átadni bűncselekménnyel kapcsolatos dolgokat, utána lesz az átkutatás. A tárgyakat, amit lefoglalnak, azt a bűnjeljegyzékbe sorba veszik. Itt sincs feltétlenül gyanúsított, csak érintett, tehát például a küldemény címzettje, akihez kimennek, az még akkor nem gyanúsított feltétlenül, amikor a nevér érkező küldemény miatt kimennek a ismert lakcímére. Ezért kell pontosan tudni, hogy valaki gyanúsított vagy tanú-e. Szintén az alapszabályok, ne tart semmi kétes dolgot, eszközt, emléket, szemetet, ami mondjuk kábítószergyönös anyaggal van szennyezve, mert elvisznek minden kis pakkot, fóliát, szívószálat, stb., és az mind tételensen bevizsgálják, ami nagyon-nagyon sokba szokott kerülni. Nem vagy köteles átadni felszólításra semmit. Nyilván nincs ilyen, hogy akkor jó, majd valami kicsit átadok, és akkor ezért a két raklapnyi kokaint majd nem fogják megtalálni a másik szobába. Ha valami jól van elrejtve, akkor az jól van elrejtve, ha meg rosszul, akkor az meg rosszul. Tehát, hogyha jól van elrejtve, akkor nem érdemes leletmezni, ha meg rosszul van elrejtve, akkor meg úgyis megtalálják. Tehát, hogy nincs semmi értelme ilyen ezt a trükköt, hogy akkor majd elszórok valami kicsit, és akkor jó, elvisznek minden, de akkor nem lesz olyan nagy probléma. Eleve, ha valakit elvisznek, akkor már a bűnügyi költségek azok már bejelentkeznek, és azok nem, hát nyilván valamennyivel kevesebbek, hogyha csak egy pakkot találnak meg, de olyan lényeges, tehát akkor már mindenképpen elkezdődik az eljárás. Nem mondj semmi extrát a rendőröknek, házkutatásnál sem, és légy semlegesen együttműködő. Na itt megint az, hogy nem szabad oldalra lépni, mert akkor menekülésnek minősül.
A lefoglalás, hát a birtokolt tiltott tárgyakat lefoglalják, ez a kábítószergyanús anyagok, nem tudom, meg krokodilbőr, meg nukleáris hasadóanyag, meg egyéb, amik szoktak lenni. Ezeket bevizsgálásra küldik, ha kábítószergyanús. Kapsz igazolást a lefoglalt tételekről, tehát a jegyzőkönyvben ott van pontosan, hogy mit, mi hogyan nézett ki, hogy, és a tömegek azok mindig bruttóban vannak megadva, amiben beleszámolják a tartó zacskót, alufóliát, dobozt is. Ezért szoktak ilyen nagy tételek lenni, ami a bűnügyi hírekben megjelenik, mert az mind bruttóban számolható. Tehát, hogyha valaki egy vaskazettába tartott egy, nem tudom, LSD mikrodotot, akkor nagyon nagy mennyiségű, vagy tömegű kábítószernek tűnik között, vagy holott nem az közben. A küldeménynél mindenképpen kap írásos értesítést a lefoglalásról, a küldemény címzetje, és utána az előállítás jön, hogyha olyan a dolog. A gyorskocsi utcázásként ismerik ezt a dolgot a fővárosiak. Nagyon nagy kérdés, hogy tanúként vagy gyanúsítottként kell ezt végig élni. Ez egy gyűjtő fogda, itt mások is lesznek, nem kell barátkozni másokkal, sőt nem is szabad, mert ők nyilván minden kis információ morzsát el fognak mondani a nyomozóknak azért, hogy mentsék a saját bőrüket. Egy idegen az nem számított nagyon. Személyazonosság megállapítása van, tárgyak elvétele, kihallgatás, rabosítás. Ez legfeljebb 8 óra lehet, de ha tudtam, a 4 órával meghosszabbítható, de még úgy is emlékszem, hogy meg újabb 4-4-4 órával, ezt majd megmondják a szakértők, és 72 óra egy maximum az egész, 72 órán belül el kell dönteni, hogy előzetesbe rakják-e az illetőt, vagy pedig szabadlábra engedik-e. Várakozás, sok várakozás van benne. Ez a tanúként vagy gyanúsítottként azért lényeges, mert tanúként vallomást kell adni, de nem vagy köteles magadra vagy hozzátartozódra terhelő állításokat tenni. Tanúként nem kell mintát adni, tehát a tanú az csak valaki másnak az ügyében van benne, miért pisüljen, miért ő nincsen gyanúsítva. Gyanúsítottként mintát kell adni, na erre majd kitérünk nagyon részletesen, viszont gyanúsítottként nem kell vallomást tenni. Tehát a gyanúsított az totál megtagadhatja a vallomást, nem kell semmit mondani, nem kívánok nyilatkozni. Nyomozzák ki, amit ki akarnak nyomozni, de nem mondok semmit. És gyanúsítottként panasszal lehet élni több minden ellen, az előállítás ellen is, a megbilincselés ellen is, ha ez történik, vagy a gyanúsítás okán úgy unblock. Tehát, hogy vannak jogorvoslati lehetőségek már ebben a szakaszban. Az előállítás során lehet droggyors teszt, tehát az anyagot letesztelik gyors teszttel, ami a gyanúsítotti kihallgatás, hát ez előtt szokott lenni, hogy már meg lehessen mondani, hogy mivel gyanúsítják. A gyanúsítotti kihallgatásról nekem van egy drogjogi előadás sorozatnak az egyik része, ez még nem publikus, a gyanúsítotti kihallgatás, ami egy remekül kidolgozott tényleges jegyzőkönyv, anonimizált jegyzőkönyvben alapuló útmutató ahhoz, hogy miket mondanak, miket kérdeznek, miket válaszol az illető, hol próbálják meg behúzni a csőbe a rendőrök, hogy saját magára terhelőt mondjon, stb. Stb. Tehát, hogy ez majd, szerintem majd egyszer előadásként fölrakom a, nem tudom, a YouTube csatornára, vagy meg fog jelenni valahol. Lényege ennek, hogy ezek a take-home message-ek, amit már mondtam is, hogy gyanúsítottként nem vagy köteles vallomást tenni, bármilyen kérdésre megtagadhatod a válaszadást, a vallomásod bizonyítéként használható ellened vagy mások ellen, másokat bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhatsz, és a jegyzőkönyvet mindig végig kell olvasni szóról-szóra és kijavítatni és újra nyomtattatni annyi körben, ahányszor nem az van benne pontosan, amire te gondoltál. Semmi szinonéma meg allegória meg egyéb dolgok, hanem pont szóról-szóra konkrétan azok a dolgok, amit te mondtál. Ha nem, akkor megfognak valamin. És aláírás előtt ellenőrizd, hogy a kijavított változatot írod alá, nem pedig az 1.0-át, amit a 3.0 után mégis oda suttyantanak neked, hogy írja alá. És a bottom line mindig az, hogy a rendőr nem a barátod. A rendőr ott van, szegény, nagyon szenved a munkába, persze ő se akar téged megbüntetni, meg jönnek ezek a szomi sztorik, hogy haza kell mennie már a gyerekeihez, stb. De ő nem a barátod, nem kell empatizálni, hogy jaj, segítem a munkádat, miközben éppen engem akarsz megbüntetni. Nem kell úgy venni. Ez egy szolgáltatás, amit kényszerből veszel igénybe. Rabosítás következik, erről mindjárt lesz majd részletesebben. A mintavétel, na itt a lényeg az, hogy vizeletmintát csak önként lehet vetetni vagy adni. A vérmintát azt kell adni, hogyha valaki gyanúsított, viszont ne adj mintát, amíg nem közölték veled a gyanúsítást, a kihallgatást, mert miért adnál? Azt se tudod, hogy mivel gyanúsítanak, bevisznek, adnak egy befőttes üveget,
miért? Hát azt nyugodtan azt mondom, hogy nem tudom, hogy miről van szó. Majd ha gyanúsítanak valamivel, akkor majd ahhoz kapcsolódóan majd kiderül, hogy miről van szó. Ezt sokszor így szokták, hogy először pisiltetnének, és utána lenne a kihallgatás. Ezt ki kell bekkelni, hogy ne legyen pisi azelőtt, mielőtt azt se tudod, hogy miért vittek be, és pontosan mivel gyanúsítanak. Ha nem a önkéntesen vizeletmintát, két vérmintát kell adnod, ez most már jogszabályban van foglalva, nem kényszerkatéterezhetnek meg, mert az kínzásnak minősül, amit szerencsére Magyarország elítélték egy ilyen esetben, amit egy rendkívül ügyes ügyvéd képviselt, és a kínzás áldozatának kártérítést fizetett a magyar állam. Épp annasszal a kereskedelemmel gyanúsítás ellen van, amikor azért, mert van egy mennyiség, és van mellette egy mérleg, akkor már rögtön kereskedelem gyanúja lesz a gyanúsítás, de ez nem automatikus Magyarországon. Más országokban van ilyen, hogy bizonyos mennyiség fölött automatikus. Magyarországon nem. Vannak különböző bírói gyakorlatok erre, vagy ügyészi gyakorlatok, de egyáltalán nem egyértelmű, hogy ha van egy mérleg, akkor az már rögtön kereskedelmi lenne. Ha mégis kereskedelemmel gyanúsítanak valakit, nyugodtan panaszt kell tenni a gyanúsítás ellen. Ez a jegyzőkönyvnek vagy a kihallgatásnak egy része, hogy megkérdezik, hogy panasszal éle a gyanúsítás ellen. Kereskedelem? Igen, panasszal életek a gyanúsítás ellen. Oké, ha nem, akkor rabosítás. Rabosításnál fényképtáblával előről, talán oldalról is, az inkább amerikai filmes, nem tudom, új és tenyérlenyomat festékkel vagy szkennerrel, DNS minta nyálból, és megy egy adatbázisba. Ez napokkal később is történhet beidézéssel, mert hát annyira nem akut a dolog. A vizsgálat, a biológiai mintavizsgálat, az tehát úgy történik, hogy gyanúsítottként mintát kell szolgáltatnod, de megtagadhatod az önként vizelet mintaadást, helyette két darab vérmintát fognak levenni 30-45 percen belül, tehát minimum 30, maximum 45 percen belül a másodikat, és nem kényszer katéterezhetnek, mert az kínzás. Erről volt egy állásfoglalás, ami hát nem jogszabály, nem kötelez, de azóta már, mint említettem, az Európai Bíróságon meg lett nyerve ez az ügy Magyarország kárára, hogy ez kínzásnak minősül. Panasszal élhetsz utólag minden ellen is, ez másokon is segít esetleg, bár legtöbbször leoffolják első körbe, de azért legyen valami nyoma. Most akkor felmerül az, hogy mi minősül kábítószernek, vagy ellenőrzött anyagnak. Most már zseniális módon egyetlen jogszabályba sikerült összeszedni ezeket. Ez az ellenőrzött anyagokról szóló belügyminisztériumi rendelet, ami úgy van meghatározva, hogy a három mellékletek közül az első az a kábítószereket tartalmazza, második az a pszichotróp anyagokat, amik jogilag egy része kábítószernek minősül szintén, illetve az új pszichoaktív anyagokat. Ez a rendelet, ez igen, csak szaggatva jön ide, de elég részletes. Tehát ez a rész határozza meg a kábítószereket, ez a rész határozza meg a pszichotróp anyagokat, és ez határozza meg a új pszichoaktív anyagokat. Összesen egy jó sok száz anyag van ezeken a jegyzékeken. Ezek közül leginkább a pszichotróp, most tudom, egyes jegyzék, vagy kettes szokott bővülni, nemzetközi egyezményeken alapulnak, illetve a új pszichoaktív anyagnak a utolsó pontjára veszik fel a nevesítve az anyagokat. Ez eddig a legbővebb, 332 anyaggal jelenleg, és nem sokára vélhetőleg megy föl a H4-CBD és a THC-P is, akit érint. A mennyiségi kategóriák, az négy kategória van, a csekély mennyiség felső határa az egyetlen, amit a BTK meghatároz. A BTK csak 37 anyagnál számszerűsíti a csekély mennyiség felső határát gramban, a többi anyagnál a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának hétszeres mértéke a csekély mennyiség felső határa, amit esetenként az igazságügyi szakértő határoz meg, tehát rá van bízva, hogy ő éppen ő hogy gondolja, vagy hogy olvassa állítólag a szakirodalomból. A négy kategória az a csekély, azt meghaladó az a különösebben nem nevezett alapeseti, utána van a jelentős, ami a csekély felső határának a 20-szorosa, illetve a különösen jelentős, ami a csekély felső határának a 200-szorosa. Tehát ez a négy kategória van. A gyanúsításnál közlik, hogy melyik mennyiségi kategóriára van a bűncselekménnyel gyanúsítás elkövetve. A mennyiségi határok, tehát ezek azok a szerek, amire van mennyiségi határ. Itt pirossal csak azokat jelöltem, amit általában így a leggyakrabban talán felbukkan, vagy érdekelhet. Mindenkit LSD-nél csak egy milligram a mennyiség, ez körülbelül 10 átlagbélyeg,
vagy kevesebb combosabb, amfetaminnál fél gram, ez tiszta hatóanyagra vonatkozik, nem a felütött utcai speedre, ketaminnál, MDMA-nál 1 gram, kokainnál 2 gram, és a tetrahidrokannabinol tartalom, a totál THC, ami a THC és a THC-sav együtt, az pedig 6 gram lehet, ez mondjuk tehát egy 10%-os fűvel számolva, ez akkor 60 gram kannabiszból jön össze ez a 6 gram, vagy így kell számolni kb. Itt érdekes dolog jogilag, hogy a törvény rendelkezik a kétszeri vérmintavételről, tehát ez egy tiszta ügy, viszont az a másik érdekesség, hogyha, most mondjuk itt spekulálok csak, de ezt majd a jogtudósok megerősítik, vagy megcáfolják, hogy tehát intézkedni kell akkor, hogyha meg kell állapítani, hogy az adott személy az bódult állapotban van-e. Bódult állapotnak azt tekintik, hogyha kimutatható a biológiai mintájából valamilyen kábítószer. Tehát nyilván nincs köze hozzá, hogyha nem tudom, 2 hónappal ezelőtt befejezte a masszív spanglizást, de még mindig kimutatható a THC a zsírszövetéből, akkor nyilván kérdés, hogy mennyire lehet őt bódult állapotban lévőnek tekinteni csak a kimutatás alapján. Viszont itt a érdekes dolog, hogy a bizonyítás eszközei közt szerepel a terhelt vallomása, tehát hogyha például a terhelt azt mondja, hogy beismerem a tőlem lefoglalt csekély mennyiségű kábítószer birtoklását és a kábítószer fogyasztást, akkor ő gyakorlatilag egy bizonyítékot szolgáltatott a saját vallomásával a kábítószer fogyasztásra. Na most akkor ilyen esetben a kábítószerfogyasztás további kimutatása a szakvélemény által, tehát a bevizsgálás és a szakvélemény által, az szerintem nem tekinthető szükségesnek. Ez egy érdekes eset, hogyha ez valaki kipróbálja, hogy azt mondja, hogy már beismertem a kábítószerfogyasztást, nem szükséges a biológiai mintavétele, mert már megáll a gyanúsítás. Ez akkor lehetséges, hogyha már eleve lefoglaltak kábítószert valakitől, tehát ott már mindenképpen megáll az, hogy csekély mennyiségnél igénybe veheti az elterelést, és ott már nem oszt nem szorosz, hogy az kábítószer birtoklás mellett még a fogyasztást is rábizonyítanák, mert hogy ugyanaz a kategória, nem lesz többletbüntetése attól, hogy ő még fogyasztott is, amellett, hogy birtokol is. Ezt majd átbeszélhetnénk, ez lenne az egyik első kérdésem, hogy ez működhet-e így. A büntetőeljárásnak van egy nyomozati szakasza, tehát amit eddig mondtunk, az annak a része, és utána, ami soká tart, az a lefoglalt bűnjelek bevizsgálása. Itt, hogyha kiderül, hogy mi és mennyi volt, és csekély mennyiség volt, akkor, és fennállnak az elterelés feltételei, akkor az elterelést felajánlják. Az elterelés az a nyomozás felfüggesztése 1 évre, amit, hogyha sikertelenül elvégez valaki, vagyis hogyha nem végez el, akkor történik csak vádemelés. Sikeres elvégzés esetén a nyomozás az vádemelés nélkül zárul le, és egy határozatot hoznak. Tehát ilyenkor végül is leáll az egész nyomozati szakasz, úgyhogy nem lép a további szakaszokba az ügy. Ilyenkor a bűnügyi költségeket meg kell fizetni, viszont 8 napon belül lehet egy beadványt benyújtani, ahol mérséklést vagy elengedést lehet kérni, illetve halasztásra és részletfizetésre is van lehetőség. Hogyha valaki nem végzi el az elterelést, vagy hogyha nem elterelhető, akkor a nyomozás lezárják vádemeléssel, és ebben az esetben ügyészi szakaszba lép az ügy. Énkor az ügyész egy vádiratot ír, azt kipostázza, van egy iratismertetés, és utána van egy előkészítő ülés az ügyésszel. Hogyha itt az ügyész az indítványoz egy olyan lájtosabb ítéletet, hogyha ezt elfogadja a delikvens, aki itt most már vádlott, akkor és elfogadja azt, hogy nem fellebbez, és lemond a bírósági tárgyalásról, akkor ez a határozat jogerőre emelkedik, és a határozatba kiszabott ítéletet fogja kapni. Hát itt az ítélet lehetőségek a megrovás, próbára bocsátás, szabadságvesztés, pénzbüntetés, közérdekű munka, vagyonelköbzés, stb. Ezeknek van feltételes formája is. Hogyha, ja, és a határozat, vagy ebbe benne van szintén a bűnügyi költségek megfizettetése, tehát azt itt is meg kell fizetni, amikor ügyészi szakaszban határozottal állt le az ügy. Hogyha ez nem történik meg, akkor bírósági szakaszba lép az ügy, itt van a tárgyalás, és akkor a tárgyalás az a bíró éppen reggeli felkelő lábától jobb vagy bal függően, az lehet egy felmentés, vagy egy súlyosabb ítélet is. Tehát ez egy kicsit ilyen dupla vagy semmi játék, vagy hát egy lájtosabb büntetés, lájtosabb, de biztos büntetés van serpenyő egyik, nem, a mérleg egyik serpenyőjébe, a másikba pedig a valami más, ami lehet súlyosabb vagy könnyebb is. Ez kicsit lutri. Ez általában az ügyvédtől függ, hogy jó ügyvéd van-e vagy nem. És az ítéletben szintén kiszabnak valamit ezek közül, illetve az ítéletben is megfizettetik a bűnügyi költségeket. Ez a 3 fekete nyíl, ez az, ami változott
néhány éve, hanem már elég jó pár éve, a büntető eljárási törvénye, mert régebben az volt, hogy az elterelés után nem kellett megfizetni bűnügyi költségeket, ha az ügyészi szakaszba állt le, akkor igen, de hogyha a bírósági szakaszba, akkor megint nem. És ez megváltozott úgy, hogy most már minden szakasznál meg kell fizetni a bűnügyi költségeket, ami hát egy elég súlyos dolog. Az elterelést azt itt már említettük, ez egy jogszabályi paragrafus, ez egy büntetés elkerülési alternatíva, és itt a kis kényszeres rögeszmés táblázatom a kábítószer birtoklásért kiszabható büntetési tételekről, azt a három zöld mezőt tartalmazza, tehát hogy lehetőség van arra, hogy leállítják a büntetőügyet, és eltereléssel akkor megúszza az illető. A többi tétel az kicsit súlyosabb ennél. Ez akkor van, hogyha az illető a bűncselekmény ha csekély a mennyiség, az illető a bűncselekmény elkövetését beismeri, és elvégzi a 6 hónapos folyamatos elterelést. Ennek 3 formája van, ezt mindjárt megnézzük. Tehát itt ez a flowchart, hogyha valakinek terjesztői típusú bűncselekménnyel gyanúsítják, akkor nem elterelhető. Hogyha a fogyasztói, akkor abból, hogyha behoz, kivisz, átszállít a cselekmény, akkor szintén nem vehető igénybe az elterelés. Ha termesztelő elit megszerez, tart, fogyaszt, akkor hogyha ez alapeseti jelentős vagy különösen jelentős mennyiségre van, akkor szintén nem vehető igénybe. Csekély mennyiségnél, hogyha az elterelés feltételei nem teljesülnek, akkor nem vehet igénybe, ha teljesülnek, akkor pedig, hogyha nem ismeri be az elkövetést, akkor nem, de hogyha beismeri az elkövetést, akkor igen, igénybe vehető az elterelés. Tehát, hogy ezen kell végigmenni. Az elterelés feltételei a cselekménynél, hogy termeszt, előállít, megszerez, tart vagy fogyaszt a cselekmény. A mennyiségnek csekélynek kell lenni, ezt mondtam, hogy ezt így ki lehet számolgatni. Miután megvolt a bevizsgálás, 2 éven belül nem volt kábítószer, birtoklás vagy kereskedelem, ugye vagy korábbi elterelés, és beismeri a kihallgatáskor az elkövetést ezzel, hogy beismerem a tőlem lefoglalt csekély mennyiségű kábítószer birtoklását és a kábítószer fogyasztást példamondattal. Ezek után, ha igénybe vehető az elterelés, a rendőrség erről igazolást állít ki, és ezzel lehet menni az előzetes állapotfelmérésre. Az elterelés az 6 hónapig folyamatosan tart, 2 hetente minimum 2 óra, 2 megjelenés között max. 30 nap telhet el, tehát ezt lehet így tömbösíteni, hogy mondjuk 30 napon belül egy 4 órás elterelésekkel, és akkor 6x4 az kijön. Az időkorlát az első fokú ítélet meghozataláig, tehát hogyha valaki kicsúszik az időből a nyomozati szakaszba, és az 1 év letelik, és utána tovább folytatják a nyomozást, megküldik vádemelési javaslattal az ügyészségnek, még akkor is elvégezheti, hogyha még ebből is kicsúszik, és már a bírósági tárgyalás ki van tűzve, akkor akár a első bírósági tárgyalásnál, hogyha hozza és lobogtatja elterelés igazolást, az is okés, de még hogyha ott nagy mázlista, akkor még a bíróval egyezkedhet, hogy már elkezdte az elterelést, és akkor napolják már el a tárgyalást, és akkor nincs még ítélet az első tárgyaláson. Tehát, hogy ezt eléggé lehet húzni, halasztani. Most már nincs jelentősége, mint mondtam, a bűnügyi költségek szempontjából. Először egy előzetes állapotfelméréssel kezdődik a dolog, hogy függő vagy nem az illető. Ha függő, akkor kezelés, vagy más kábítószer problémát végülis adresszáló ellátásba vonják, hogyha pedig nem függő, meg nem problémás, akkor egy megelőző felvilágosító szolgáltatáson vesz részt. Az elterelőhez megválasztható, van egy lista, például a kef.hu-n a lakóhely szerinti, vagy lakhely szerinti elterelőhelynek kötelező fogadni az illetőt. Ez egy TB támogatott dolog, úgyhogy ez nem fizetős. Online lehetséges, régebben full online, de most már nem kizárólagosan, tehát most már muszáj bejelentkezni személyesen is az elterelőhelyen. Az elterelés elkezdését is és a befejezését is igazolni kell az eljáró rendőrségen vagy hatóságoknál. Ez az utóbbi fontos, mert anélkül lehet, hogy kijönnek elkapni az embert, hogyha hiába van sikeres elterelése, de azt mindegy, az adatot el kell juttatni, vagy az információt a hatóságoknak is. Biológiai minta bevizsgálásnál, tehát vizelet vagy mérmintát vizsgálnak be, ha valaki adott vizeletet, akkor azt. Eredmények talán 60 napon belül, nem tudom, ez kicsit változik a nyári fesztivál szezonban, ez mindig lassabb, mert olyan sok gyanúsítottól kell mindig bevizsgálni mindenféle mintát. Írásos szakértői vélemény keletkezik, valami a nyomozati anyag része, amit általában nem mutatnak meg, ha csak nem követeli az ember vagy az ügyvédje. A bűnügyi költségekbe kiszámlázzák a bevizsgálást. A 2023-tól ez a pisi díj, az körülbelül 180-270 ezer forint, tehát ezért
mondtam ezt az előző sztorit, hogy ha nem muszáj ennyit fizetni, 250 000-t, akkor talán nem érdemes fizetni önként. És a lefoglalt anyagnál pedig a nettó tömeget és tisztaságot nézik, tiszta 100%-os hatóanyagban kifejezve. Itt ez állapítja meg a büntetőjogi mennyiségi kategóriát, tehát hogy csekély alapeseti jelentős vagy különösen jelentős. Többféle analitikai laborvizsgálatot rányomnak a szerekre, ezeket mind külön számlázzák. Eredmények, mint mondtam, hát nem tudom, hogy 60 nap még mindig, de meghosszabbítható. Az írásos szakértői véleményét is a nyomozati anyag része és a bűnügyi költségekbe kiszámlázzák. A kimutathatóság az változó, hogy mit keresnek a pisiben vagy a vérben. A THC az vizeletből hosszabb ideig mutatható ki, vérből rövidebb ideig mutatható ki, ezért talán van értelme vérmintát adni és nem vizeletmintát. Amfetaminokra, ópiátokra, kokainra, THC-re, meg benzókra szoktak rákeresni. Itt van egy példa, drogteszt, ezen most a THC pont nincs rajta, de ilyen több paneles tesztekkel szokták a gyors tesztet végezni. Ezek hírhetten megbízhatatlanok, ráadásul. Területi különbségek vannak a cut-off határokban, tehát hogy mi jelez be pozitívan. Itt, hogyha valakinek mázlia van, akkor olyan labort fog ki, ahol mondjuk magasabb ez a cut-off határ. Sokat éves pozitív, sokat éves negatív. Van, aki a szájába spanglival beviszik, és mégis negatívat pisil, a másiknak meg kimutatnak olyan hatóanyagokat, amiről életében nem is hallott és nem is használt, mert éppen téves pozitívat jelzett, meg van téves negatív is. Tehát, hogy mind a kettőre fel kell készülni, ez nem egy annyira megbízható dolog, csak a rendes laborvizsgálata megbízható. Bűnügyi költségek a kábítószer UPA bevizsgálása esetén tételesen, mintánként, anyag, módszer, minden szerint mindent kiszámláznak, a gyors tesztet is. A hatóanyag tisztaság meghatározása, tehát ez a mennyiség meghatározása gyakorlatilag az drágább, a hatóanyag sima kimutatása az olcsóbb, úgymond. Biológiai mintát is bevizsgálják, egyéb szakértő és egyéb költségeket is felszámláznak, és itt látható a mostani aktuális táblázat narancssárgával az árak, bevizsgálási árak. Az előző két szürke mezőben pedig az látszik, hogy ezek duplájukra drágultak körülbelül egy 9 hónapon belül 2023 előtt. Egy hatóanyag kimutatás az 66 000 forint, egy hatóanyag mennyiség meghatározása 102 000 forint, egy pisi teszt mintánként és alkalmazott módszerenként 16 000 forint, ez van, amikor 5-10 megerősítő vizsgálat kell hozzá. Ez mind nettó ár volt. Még rájön erre az áfa, rájön egy költség általány, ami vagy 35%-a a nettó összegnek, vagy maximum 200 000 forint. Úgyhogy ezekből elég szépen összeadódik egy jó kis számla. Itt van egy példa rá, amikor egy pakka zsebben, bevizsgálták a pakkot a zsebben, kimutatták, hogy 12%-os amfetaminbázis tartalmú koffeinpor gyakorlatilag, és ezért kijön egy körülbelül 300 000 forintos számla, tehát ebben van egy hatóanyag kimutatás, egy mennyiség megállapítás, itt nem is volt semmi extra benne például, és akkor ez nettó, költségáltalány, áfa, minden, 288. Zseniális Excel táblázatom ugyanezt kiszámolja, amikor csak be kell írni a narancssárga mezőkbe először az oszlopba azt, hogy melyik időszakaszban volt ez a bevizsgálás, illetve függőlegesen pedig azt, hogy hány darab volt, és kiszámolja az összeget, azért van egy ezressel több, mert a igazságügyi szakértői kamarai költségáltalány ezresen már bele van itt számolva. Úgyhogy valakinek van ilyennyi, akkor úgy meg tudom satszolni neki, hogy körülbelül mibe fog kerülni a bevizsgálás. A bűnügyi költségek mérséklése. Írásos panaszra, beadványra lehet kérni a mérséklést. Mérsékelhető vagy elengedhető. A TASZ-nak van egy ilyen projektje minden évben, hogy lekéri közérdekű adatigényléssel, hogy a különböző bíróságok azok mennyire engedték el, vagy mérsékelték a bűnügyi költségeket különböző elteréléses ügyekben. Ez most vagy nem sokára meg lesz a legújabb, a 2023-as is. A TASZ elterelés keresési kulcsszavakkal lehet megtalálni ezt, hogy hogyan mentesülhetsz a bűnügyi költség alól, ha elterelésen vettél részt. Ez egy leírás, hogy hogyan kell ezt a panaszbeadványt összeállítani. Ott van a QR-kód, ha valakit érdekel, és nem akarja bepötyögni a hosszú szöveget. Kérelmezhető halasztás és részletfizetés is. Mindent érdemes igénybe venni. Lényeges, hogy a határozat készhez vételétől 8 napon belül kell ezt a panaszbeadványt benyújtani, mert akkor kapja el így a gépezet ezt, és akkor lesz belőle valami, ha nem, akkor ki kell fizetni az egészet. És akkor, tehát ezek a kimenetek vannak, itt más már a végjáték.
Bűnügyi költségek mindig vannak, most már nincs ilyen kibekkelős lehetőség. A elterelés az lehetséges, bizonyos feltételekkel, amit már ismertettem. Hát ez végül is egyel jobb, az, hogy nem lesz büntetett előélet, ennyiből jobb. Ha nem sikerül, akkor tárgyalás lesz a dologból, hát az már komolyabb, ott már lehet büntetett előélet, ha csak nem kér valami előzetes mentesítést az illető. Úgyhogy ez egy komolyabb kimenetel, és hát a legkomolyabb nyilván az, hogyha valakit letöltendő szabadságvesztésre ítélnek. Ez birtoklási ügyekben nem annyira általános, kivéve, hogyha az ember O1G pólókat nyomat, és ez nem tetszik a rendszernek, akkor kábítószer birtoklásáért is letöltendő szabadságvesztést kérnek rá. De hát az elv az a support don't punish. Tehát aki nem problémás használó, azt nyilván semmi értelme vegzálni. Aki problémás használó, azt pedig támogatni kell a függőség vagy egyéb problémái kezelésében. És a legjobb kimenetel az, amikor a cicalány vidáman táncol a mosolygó rendőrsorfal előtt egy meg nem nevezett óbetűs fesztiválon. Köszönöm szépen a figyelmet. Lehet, hogy nem volt 40-45 perc, de remélem, hogy azért a lényeges információkat átadtam. E-mailben válaszolok további kérdésekre, de nem beszerzés. Köszönöm. Na hát üdvözlöm a vendégeinket, akikkel most beszélgetni fogunk egy kicsit a hazai drogügyi szabályozás fonákságairól. Hát Leventét már nem kell bemutatni, mert ő elég részletesen bemutatta saját magát. Itt van velünk még Kardos Tamás, a TASZ-nak a drogpolitikai munkatársa gyakorlatilag, és itt van velünk Fazekas Tomi, aki büntető ügyvéd, és hát már jó pár éve foglalkozik kábítószeres büntetőügyekkel, olyan szinten is, amit itt a Levente mondott az előbb, hogy még Strasbourgban is voltak ügyei fogyasztókkal, amiket sikerült részben, vagy teljesen sikerült megnyerni, Tomi? Van olyan, ami sikerült, a kényszerkatéteres az sikerült, meg az nem pont drogival, de ide jöhet, a fokozott ellenőrzéssel kapcsolatban is volt egy ügy, ami ide tartozhat, de például az orvosi kanabiszos az utolsó pillanatban elvérzett. De... Ha már nálad van a mikrofon, meg a szó, akkor esetleg ezt el is mondhatnád, hogy mi volt ez a bizonyos kényszerkatéteres ügy, mert ez biztos érdekli a közönséget is, hogy nézett ez ki, hogy kell elképzelni. Hát én a TASZ-nál dolgoztam 13 évet, ott kezdtem egyébként a hát mind a hárman együtt dolgoztunk gyakorlatilag. Nem van egy ismerettség a 2000-es évek elejére. Szóval, hogy szerintem püspökladányi sztori, talán ilyen rosszul sikerült szórakozó helyen, rosszul sikerült születésnapi ilyen lögdösődés, aztán kiment a mentő, azt is meglökték. Szóval ilyen közfeladatállátó személyelőni erőszakból indult a sztori, és akkor az egyik, aki érintett volt, az kicsit gyorsan ment el a helyszínről haza, és de utána mentek a rendőrök, és akkor ettel is kapták. Itt nem kellett közúti ellenőrzés, de ezekről majd beszélhetünk egyébként, hogyha érdekel titeket. Szóval, pontosan a lényeg az, hogy az embert összeszedik, és beviszik az ügyeletre. Ez egy késői időpont, és hát nem tud vizeletet adni. De hogy mondja, hogy majd fog, de hogy aztán mégse sikerül, akkor nem volt szabály arra, hogy kétszeres vérvétel. Tehát, hogy a rendőrök egy ponton elveszették a türelmüket, és akkor kérdezték az orvos, hogy akkor lehet tőle, az orvos, hogy mégis lehet tulajdonképpen fölrakják és immobilizálják, tehát nem mozoghat, akkor ő leveszi a katéterrel a vizeletmintát, és hát ez meg is történt. És ez nem egy életveszélyes dolog, de azért nem is kellemes, mondom sem kell, azért ott az ügyfél az utána véreset is élt egy-két napig, szóval, hogy elindult utána egy rendőrségi panaszeljárás, amiben hát hosszas jogi ez egy közigazgatási per volt, tehát ez nem egy büntetőügy, mert ott egyébként a pozitív vizeletminta meg a kiérkező mentősnek a megütése miatt neki egyébként a felelősséget megállapították, de a mi ügyünkben a rendőri intézkedés jogszerűsége volt a tét, és azt végigbuktuk Magyarországon minden bíróságon, tehát a fővárosi törvényszéken, meg akkor még legfelsőbb bíróságon.
és utána vittük el Strasbourgba. És gyakorlatilag ez a szakértők egyébként, akik megjelentek a tárgyaláson, elmondták, hogy igazából ennek orvostudományi szempontból értelme nincs a kényszerkatéterezésnek. Volt ilyen vita azon, hogy ez most műtétnek minősül, vagy csak invazív beavatkozást, ez igazából mindegy, de hogy hát kell az embernek adni. Inni, és csak előbb-utóbb fog pisilni, szóval az nem egy nem atomfizika. Úgyhogy a Budapesti Szakértői Intézetnek volt az elnöke, akit meghallgattunk, és mondta, hogy igazából ő ilyet a praxisában nem is nagyon látott még, hogy mi szükség erre, meg ilyen barbár dolog. Ezzel együtt elvesztettük a közigazgatási pert, és akkor aztán megállapította az Emberi Jog Európai Bírósága, hogy ez sérti a hármas cikket, ami az embertelen, megalázó bánásmód, büntetés és kínzás tilalmába ütköző eljárást jelenti, és akkor ezért megítéltek méltányos jóvátételt az ügyfelünknek. Magyarul ezt, hogy most lefordítjuk egy átlag magyar fogyasztó számára, akkor igazából mondhatja azt a rendőrnek, tehát joga van ahhoz, azt mondja a rendőrnek, hogy én nem akarok vizeletmintát biztosítani, hanem vérmintát, és akkor ezt le kell nekik venni. Tulajdonképpen az, amit a Game Event mutatott, az egy olyan rendelet, ami a rendőrségnek mondja meg, hogy mit kell csinálni, amikor nincsen vizeletminta. Alapvetően azért a gyanúsítottnak kötelessége a szakértői vizsgálatban rész, vagy a mintavételben közreműködni, de hogy hogyan történik a mintavétel, annak a szabályait mondja meg ez a rendelet a 82. szakasz, hogy most én is ránéztem. És hogy ott az van, hogyha nincsen pisi, akkor két vérvétel, igen. Tehát azért nagyon egyszerűen van. De most hogy, már az hogy kell elképzelni a vérvételt, azt gondolom nem ott a rendőr veszi le, hanem... Az egészségügyi beavatkozást azt egészségügyi személyzetnek kell venni. Beviszik a kórházba. Miért? Tehát az, amit mondott, amit volt is szó, ez gyakorlatilag Budapesten nagyon sokszor ez a Gyorskocsi utcát jelenti, de legalább ápoló, vagy néha orvos veszi le a mintát. Tehát, hogy a vérvételt azt ugyanúgy, mint hogyha elmegy az ember a nagy labort csináltatni a házi orvos miatt, ugyanúgy le kell leülnek, és akkor leveszik a mintát, ebből semmi extra nincsen. Hát a Gyorsomosi utcában mondjuk egy ilyen Ursula nővér leveszi a mintát. Nő vagy férfi, is mindegy igazából. Vért. Igen. De hogy ezt mondjuk egy vidéki városban az ügyelet, az egészségügyi ügyelet, vagy pedig a kórházi ügyeletre viszik, és akkor ott veszik le a vért, hogyha nincsen. Ezt a rendőrök szoktak befenyíteni, hogy majd a hátra bilincselt kezeden keresik a vénát, az milyen szar lesz, inkább pisiljél. Voltak ilyen sztorik. Ez ilyen változó színvonalú intézkedések vannak, az világos. De a lényeg az, hogy valamilyen módon mintát fognak kapni. Arról tudunk beszélni, hogy egyébként a minták között, a mintavételi módok között azért egy nagyon fontos különbség az, hogy amíg a vér minta az arra is lehetőséget biztosít, hogy az aktív hatóanyagot kimutassa. Ez azért érdekes, hogyha valakinek a felelőssége az mondjuk járművezetéssel kapcsolatban merül föl, azt a vizeletből nem lehet megmondani, hogy adott esetben az befolyásolta a vizeletből kimutatott szer a vezetési képességet. Mondjuk a kb. Amit most te is hangzott, hogy mondjuk egy hétig kb. Ki lehet mutatni a THC hatóanyagát a vizeletből, de hogy amikor éppen vezetett, az hatott-e a tudatállapotára, azt a vizeletben nem lehet megmondani. Ez a vérvétel viszont erre inkább alkalmas. Nyilván vannak olyan szerek, amik a vizeletben is nagyon rövid ideig mutathatók ki, mert nagyon gyorsan bomlanak le. Meg a lebomlás is egyébként az egy nagyon bonyolult életkortól, meg táplálkozástól mindentől függő folyamat. Mondjuk a kokain például az egy nap alatt lebomlik a vizeletből, még talán rövidebb idősebb. A vérvétel az, ami meg tudja az aktuális befolyásoltságot mutatni. A vizelet az arra jó, hogy valamikor fogyaszt egy kábítószert, tehát fogyasztásért felelősség lehet vonni, viszont az aktuális, mondjuk bódult járművezetésé meg nem. Sajnos az a gyakorlat, hogy volt egy ilyen drogjogsági ügyem, hogy a delikvenst vezetésnél leállították, és a MDMA bomlás termékeket mutattak ki a mintájából. Nem vagyok benne biztos, most már nem emlékszem, hogy konkrétan melyik volt, vizelet vagy vér, vagy mindkettő, és utána hát ő a igazságügyi szakértőnként a Nemzet polihisztorát fogta ki, aki amellett, hogy sürgősségi, amellett addiktológus, pedagógus és minden más, és ő a Nemzet polihisztora az egy szakvéleménnyel állatkísérleti metabolizmus adatok alapján próbálta igazolni, hogy a delikvens az még MDMA bódult hatás alatt vezetett, holott ez
hogyha emberre kiszámolják, akkor nyilván ez talán még egy vagy két nappal korábban történt. És végül hát igen, aztán megtámadtuk ezt a szakvéleményt, és utána be is ismerte a hibáját a Nemzet Polihisztora, de azt mondta a válaszában, hogy úgyis mindegy, mert hogyha kimutatnak bármit is, akkor befolyásoltnak tekinthető a járművezető, ami hát nyilván annyira balga dolog, szépen mondva, mivel hogy ha nagyon akarnánk, akkor mondjuk egy hajmintából ki tudnánk mutatni egy olyan metabolitokat, ami a 3 héttel azelőtti alkoholfogyasztást bizonyítja, és akkor most hol van ez a befolyásolt állapottól? Tomi, hoztál itt nekünk ilyen kis sárga füzeteket. Elmondod, hogy ezek milyen kiadványok, és hogy mit találtunk benne. Levente már megemlítette, de azért beszélj már róluk egy kicsit, és hogy gondolom ezeket itt el is vihetik majd a közönségből. Igen, ezek most olyan példányok, amiket elvihettek. Hát a képeket nagyjából láttátok belőle az előadásban. Ezt, ha jól emlékszem, 2019-ben készítettük, és azóta egyszer frissítettük, és most már nagyon frissítésre szorul. A lényeg egyébként az, hogy ahogy a Levent előadásában is, végigvezetjük az olvasót abban, hogy abban az első helyzetben, amikor történik mondjuk egy igazoltatás, és előkerül valami kábítószer gyanús anyag, akkor onnantól hogyan lehet a legkedvezőbb végkimenetelhez eljutni. Hát igen, fogtok benne találni olyat, ami már nem friss. Például a hátulján található, hogy milyen pénzbüntetés összegek a jellemzőek, meg bűnügyi költségeket, ezt már szorozgatni kell sajnos. Illetve itt még nem volt az az egységes BM rendelet sem a kábítószer listáról, de azért a lényegében teljesen követhető, és megtalálhatjátok ezt a TASZ oldalán is van, sőt, még van ilyen lapozható PDF formában, tehát bárhogy rákerestek, mindenképp ezt megtaláljátok, és nagyon hasznos igazából szerintem már az első pillanattól, amikor valamilyen gyanú felmerült, amikor az első helyzetben vagytok, hogy alkalmatok nyílik beleolvasni, akkor szerintem érdemes, mert meg lehet vele azért könnyíteni a dolgotokat, vagy enyhíteni a végkimenetelt egy büntető eljárás esetén. Most ugye a TASZ-nak van egy jogsegélyszolgálata. Ki fordulhat a TASZ-hoz ingyenes jogsegélyszolgálatra? Hát kábítószerügyben olyanokat vállalunk, ami csekély mennyiségű kábítószerre történik. Ez ugye nem mindig egyértelmű, amíg nincsen meg az igazságügyi szakvélemény erről, de azért nagyjából meg lehet határozni. És ilyen esetekben ingyenes jogsegélyt nyújtunk, ami mondjuk egy ilyen itt tipikusan felvázolt ügy esetében ez nagyjából tanácsadást szokott jelenteni, tehát ilyen ügyvédi képviseletet ezekben az ügyekben nagyon indokolt esetben nyújtunk. Viszont most gondolkodunk már egy ideje abban, hogy mik lehetnek azok az esetek, amikor el lehet tekinteni a csekély mennyiségtől, és mondjuk az ilyen orvosi kanabisz bizonyíthatóan, vagy legalábbis értékelhetően, hogyha azt lehet vélelmezni, hogy ténylegesen arra használ valaki, tehát orvosi célból használ kanabiszt, amit Magyarországon jelenleg csak illegálisan tehet, akkor ilyen esetekben, hogyha meghaladja a csekély mennyiséget a nála talált kanabisz, akkor ugyanúgy ellátjuk a ingyenesen a jogi képviseletet. Hogyha igen, jogi képviseletet szeretnétek kapni, akkor jogsegély@tasz.hu-ra tudtok írni, vagy telefonálni a TASZ oldalán található telefonszámra. Özöllenek a megkeresések? Hát éves átlagban olyan 50-60 megkeresés szokott lenni. Ami változik igazából az, hogy milyen jellegűek. Az utóbbi 2 évben azt hiszem, azt lehet mondani, hogy a legtöbben a bűnügyi költséggel kapcsolatban keresnek meg. Ez nagyon megnőtt, tehát a 2000, de Levente lehet, hogy pontosabban meg tudja mondani, hogy 19 óta nőtt a legtöbb tétel másfélszeresére vagy kétszeresére. És amikor szoktuk kikérni ezeket közérdekű adatigénylés formájában, akkor ott szépen látszik, hogy hogyan növekszik maga a büntetési tétel, és közben pedig az is, hogy ezt milyen arányban
szokták átterhelni, akár az elterheltekre, mi kifejezetten erre szoktunk rákérdezni, és ami korábban 60%-os átterhelés volt, az 2022-ben már 80%. 2023-as adatok még nincsenek meg teljesen, de azért ez a tendencia látszik, hogyha valaki még az elterülést igénybe is veszi, az számolhat azzal, hogy a bűnügyi költséget ezt végül neki kell kifizetnie. Itt Levente által emlegetett Zahár Gábor szokta mondani, hogy fogyasztót soha nem büntetnek letöltendő szabadságvesztésre Magyarországon. Ez egyébként még mindig így van. Most lehetett ugye hallani, azt te is megemlítetted, hogy volt egy elég média által elég frekventált ügy, Herceg Márknak a divattervező ügye, amiben a sajtó is beszámolt róla, hogy az ügyészség letöltendőt kért, ellen pedig csak birtoklásról volt szó, és nem is tudom, azt hiszem kevesebb, mint alapesetinél volt neki. Tehát, hogy ez most, hogy nem tudom, hogy te rálátsz erre, Tomi, hogy ismersz olyan ügyet, amikor mondjuk csak birtoklás, csak fogyasztásért valaki letöltendőt kap. Oké, erről a konkrét ügyről én nem beszéltek, mert volt ebben munkám. Ja, bocsánat. Semmi gond. Minden esetre azt tudom mondani, hogy olyan csekély mennyiségű, tehát ez klasszik olyan ügy, amiben egyébként elterés lenne, hogyha megcsinálja, meg tudja csinálni, és valami nem megy félre ebbe a sztoriba. Tehát, hogy egy olyan elterelhető ügy, ami egy klasszikus fogyasztás, tehát tényleg csekély mennyiséget meg nem haladó, tipikusan egyébként ugye kannabisz. Az első bűntényesnél az gyakorlatilag kizárt. Tehát, hogy vannak ilyen, az én praxisomban volt ilyen, aki kapott függesztetet első fokon, de ilyen nagyon, szerintem kicsit demens bácsi volt, aki adta ezt az első fokítéletet. De hogy nincs, tehát hogy ott pénzbüntetés klasszikusan, hogyha már valakinek kiszabnak büntetést. Tehát valamiért még az elsőfokú ítélet meghozataláig se tudja megcsinálni az elterést. De van, akinek egyébként ez nem roható föl, mert tényleg még külföldi. És hogy azt a Covid alatt ment, ahogy arra lement és utalt, főleg akkor működött az online elterelés. Most már azért inkább visszatértek a személyeshez. És hogy tényleg egyszer nem itt diák valami fesztiválon van az ügye, vagy adott esetben ösztöndíjat van itt egy évet, és akkor a lejárata előtt indul az ügy, és egyszer nem fog visszajönni, azok által a pénzbüntetést kapnak. De elsőbb a pénzbüntetés. A pénzbüntetéssel az a helyzet, hogy tehát proforma az, hogy nem szabadságvesztés nyilván, viszont a pénzbüntetés az meg nem fizetés esetén átváltoztatható szabadságvesztésre. Szóval azt azért már rögtön itt tárgyalni kell a képet, hogy ugye nem kap egyből letöltendőt, meg nem is szabadságvesztést. A büntetési rendszer az nagyjából úgy néz ki, vannak, mondjuk a szankciórendszerben vannak intézkedések, ez a megrovás, meg a próbára bocsátás, és amikor kiszab büntetést a bíróság, az mondjuk nagyon sokféle büntetés lehet. A legegyszerűbb, legközismertebbek az a pénzbüntetés, a közérdekű munka, meg a szabadságvesztés. De van egy csomó járművezetéstől foglalkozást, eltiltás, nem kitiltás, egy csomó minden. Na most a meg nem fizetés esetén, vagy le nem dolgozás esetén a közérdekű munka, meg a pénzbüntetés is átváltoztatható. Okay? Szóval, hogy itt már bejön egy ilyen a rendszerbe, és ugye a másik faktor, ami hát nem az első büntényesekre, hanem mondjuk például a problémás droghasználókra vonatkozó esetkör, akinek mondjuk a tizen nem tudom hányadik eljárása van, egy idő után a bíró egyszerűen nem tud mit csinálni, mert ugye a fokozatosság elve miatt, amikor ott van előtte, hogy ez már a hatodszorra, és úgy mondjuk, hogy különös többszörös visszaeső, tehát hogy ugyanazt a bűncselekményt többször követi el két éven belül akár, szóval akkor már az előfordulhat, hogy letöltendő szabadságvesztést kap valaki. De azért ez elsőre nincs. Sokat szorra talán, de hogy ezek hát azért nem jellemzőek egyáltalán. Szóval ilyen konkrét ügyet most kapásban nem tudok mondani az elmúlt időkből. Kintenek több oka is van, de hogy az egyik például az, hogy új pszichoaktív anyag fogyasztókból sokkal több mostanában az én praxisom szerint a problémás használó, és ott meg eleve nincs elterelés, mert ugye az egy szabálysértés a fogyasztása az új pszichoaktív anyagoknak, erről talán majd gondoljátok beszél. Most éppen a Budapest az csinál egy fővárosi drogstratégiát, és annak részeként... Már megvan. Megvan, oké. Okay. Akkor úgy mondjuk az akciótervben van egy ilyen tétel is, hogy be kéne vonni az elterelésbe az új pszichoaktív anyagok fogyasztóit.
Csak ezt én igazából tegnap láttam, és nagyon meg is ijedtem tőle egyúttal, mert igaz, hogy a szakma már mondja évek óta, hogy igen, az új pszichoaktív anyagok fogyasztóid, azok nyilván ott is vannak, akik problémások, és hogy őket pont be kéne vonni az elterülésbe, hogy akkor kezelésbe jussanak, vagy függőséget gyógyító ellátásba, stb. Viszont ez most már annyira nem jó buli így, hogy ki kell fizetni egy olyan félmilliós bűnügyi költséget, hogyha elterülésre küldik őket, és mert jelenleg ez egy UPA fogyasztás, az csak szabálysértési bírságot von maga után, ami hát nem tudom most mi a maximum, a 150-ről fölment egy kicsit, tehát mondjuk egy 80 000 forintot mondjuk így kiszabnak szabálysértési bírságként UPA fogyasztásra. Ezen túl meg, hogyha ezt úgy oldják meg, hogy úgy lesz az UPA elterelhető, hogy abból is csinálunk bűncselekményt, és akkor mint a kábítószer, akkor az is elterelhető kategóriába esik, akkor viszont a 80 000-ből olyan félmilliós lesz a bűnügyi költség, tehát ezzel így nagyon nem segít azokon, akiket pont segíteni kéne. Persze meg lehet ezt oldani okosan is, úgyhogy akkor jó, akkor UPA-ért is van, fogyasztásért van elterelés, de nincs bűnügyi költség. Mi vagy ez egy szabálysértés. De én olvastam egy olyan szóválasztást itt ebben vagy a stratégiában, vagy az akciótervben, ami kifejezetten azt mondta, hogy az új pszichoaktív anyag fogyasztóknak a büntetőjogi blablablaja. Tehát, hogyha ezt most megint ilyen gonosz módon oldják meg, hogy bevonják az upásokat is a büntetőjogba, akkor ez egy inkább kitolás minden UPA fogyasztóval, mint sem, hogy segíteni ellátásba vonni. Ez szerintem aggasztó, de erre csak tegnap jöttem rá, még nem tudtam körbe kérdezni, hogy hogy van ez az egész. Akinek esetleg nem világos, hogy mit értünk a UPA alatt, az új pszichoaktív anyagok, ezek a gyakorlatilag azok a designer drogok, ami mondjuk ami a Buz utcán a Herbal, Bio, meg hasonló, meg Kristály neveken futnak, és ezek igazából ugye nem, ezt a Levente is az előadásában elmondta, hogy ezek nem kábítószernek minősülnek, ez egy speciális kategória, aminek viszont az egyik fonákja, hogy ugye nem, akit mondjuk egy Herbállal kapnak el, az nem választhatja az elterelést. Szabálysértésnek minősül. És egyébként alapból szerintem jó lenne, hogyha választhatnak az elterelést, csak mivel az elterelés változott az elmúlt években, mert ugye ez az elmúlt éveknek egy folyamánya, hogy kifizettetik a büntető költséget, büntetőeljárás költségét az elteréltel, ezért igazából ez egy probléma most már. Szerintem egyébként, ezt nem tudom ti, hogy látjátok, de egy picit ez azt is jelenti, hogy az elterelésnek az a fajta funkciója, hogy hát a alternatívát nyújtson a büntetőeljárással kapcsolatban, ez egy kicsit így csökkent ezzel, hogy gyakorlatilag büntetik az eltereltet azzal, hogy ki kell fizetnie ezt a bűnügyi költséget. Tehát ugye ennek a lényege ugye az volt, hogy ne terheljünk rá a gyanúsítottra, meg az eltereltre, és most meg ez igazából nem érvényesül sajnos. Ugyanúgy, mint hogy a kábítószereseknél is, tehát ott is eddig ingyen megúszták az elterülést, most meg ez befigyel a legalább 300 000 vagy 500 000. Hát az elterülésnek az egyik lényege, hogy mentesítsen a káros következmények, káros következményektől, és hogy igen, pont ez az, ami nem teljesül. Amit Leventinek válaszolnék, hogy mi a Tomival benne vagyunk ebben a kínálatcsökkentési munkacsoportjában a Budapesti Kábítószer Egyeztető Fórumnak. Tehát közösen dolgoztuk ki egyébként a budapesti rendőrfőkapitánysággal is többek között ezt a kínálatcsökkentési pillért, amiben ez szerepel, hogy az UPA használók felé is megjön az elterelés, és ez volt az egyik első, amit leszögeztünk, hogy ez ne olyan módon valósuljon meg, hogy közben bűncselekményt csinálunk az UPA használatból. Ami irány egyébként felmerült, hogy az új pszichoaktív anyagokkal való kereskedelem legyen ugyanúgy büntetve, mint a kábítószer kereskedelem, de most ez is egyelőre el lett vetve. Ezen a részen pedig dolgozunk, hogy az elterülést meg lehessen nyitni, de hangsúlyozottan a rendeletet úgy kell megváltoztatni, hogy szabálysértés esetén is ez alkalmazható legyen. Tehát, hogy ne legyen egy nagyobb káros következmény cserébe azért, hogy elterelhetők legyenek. Mindjárt átadom nektek a kérdezésnek a lehetőségét, úgyhogy gondolkodjatok, hogy mit kérdeznétek. Még annyi, hogy azt megkérdezném tőletek, hogy
mit jelent egy büntetőjárás, hogyha valaki azzal jön elő, hogy ő gyógyászati célból használt mondjuk kanabiszt, ezt bármilyen szinten méltányolja a magyar hatóság? Tehát Tomi, neked volt is ügyed ezzel kapcsolatban? Ha nem. Kicsit bővebben. Igen, nagyon nem, vagy egyáltalán nem, és akkor se, hogyha... Ha tényleg igazolt a gyógyászati kanabiszt sok más országban diagnózis alapján is. Szóval, hogy volt még egy olyan ilyen akció, amikor teszteltünk különféle védekezéseket, olyan is volt az egyik védekezés szerint, hogy valaki külföldön fogyasztott kanabiszt Hollandiában, mert hogy ott legális, ezt lehet árnyalni, mert igazából azért ott is bűncselekmény, csak nem hajtatja végre a holland ügyészség, de volt olyan is, aki magának termesztett, ez a 2000-es évek, 2007-2008 körül volt talán ez az akció, és akkor ugye annak nincs veszélye a társadalomnak, hogyha magának termeszt valaki. És volt olyan is, talán a orvosi kanabisz is, de az később is egyébként sokszor előfordul, most is a gyakorlatban ilyen védekezés is. Van, aki tényleg beteg és használ orvosi kanabiszt, van, aki meg jobb hiány mondja ezt, hogy az azért van persze, mert hogy mind a 35 növény az az ő jólétér. Szóval, hogy nem fogadják el. Ez vitatható. Azt gondolom, hogy büntetetiséget szerintem kétségbe lehet vonni akkor, amikor ennek igazából nincs társadalmi veszélyessége. És nagyon sok emberi jogi érvet is föl lehet hozni amellett, hogy ez hány országban, az Európa Tanács hány országában, ez teljesen legális, és tulajdonképpen neked Magyarország a kivétel, nem a főszabály. Már Európában is az unió tagállamoknak jóval nagyobb része engedi az orvosi kanabiszt. Ugyanakkor nincsen uniós kötelező szabályozás, amit be kell tartani ebben Magyarországnak. Szóval, hogy komoly érveket lehet felhozni, de nincsen olyan magyar bíróság, ami eddig ezeket akceptálta volna. Azt tudni kell, hogy a magyar büntetőbíróságok azok nagyon konzervatívak. Tehát, hogy alapvetően egy ilyen legalista, a büntető törvényköbnek a betű szerinti betartása a magyar büntetőbíróságnak a tradíciója. Ezt lehet szeretni, meg lehet kritizálni. Egyébként ez egy védhető konzervatív álláspont, de ez a valóság, szóval bárkinek bármilyen véleménye van. Ezt megfuttatni igazából végig lehetne próbálni akár kúriáig, vagy alkotmánybíróságig, de volt már alkotmánybírósági döntés a 2000-es években, amikor szerintem az egyik legszínvonalabb döntése a Magyar Alkotmánybíróságnak, mert ilyen alapvetéseket szögeztek rá, hogy nem létezik a mámorhoz való jog, meg ilyen tényleg, hogy ez ilyen kávéhelyet javasolt határozat, borzasztó, bigfa nyelven, tudománytalanul összetákolt valami, és ez visszanyúlnak bármikor ilyen próbálkozás van. Tehát nem lehet, és ezt kivinni adott esetben Strasbourgig, hát nekem nem sikerült, lehet még próbálkozni még egy más irányjal is. Szerintem az orvosi kanabisszal kapcsolatos változás az egyszerűen idővel el fog jönni. És most nem itt Zahár doktorúra szeretnék utalni, aki mondjuk egyébként 15 évvel ezelőtt meg olyanokat mondott, hogy nem kész rá a magyar társadalom, hogy befogadja ezt a dekriminalizációt, vagy az orvosi kanabisz használatát. Szerintem, tehát, hogy segíteni lehetett volna a magyar társadalom, már 15 évvel ezelőtt is a szabályozás megváltoztatása, vagy kész legyen rá. Meg lehet vitatkozni azon, hogy mire kész a magyar társadalom, amire joga van, mit tudom én, megyünk szavazni, és nem biztos, hogy mindenki kész rá, hogy szavazzon, de van szavazati joga. Mindenesetre azt biztosan tudom, látjuk már, hogy a magyar politikai elit az akkor se nyúlt hozzá, amikor nem jobboldali kormány volt igazából. Kicsit kedvezőbbek voltak az elterelési szabályok is, mások voltak a mennyiségi határok, más volt azért a jogpolitikai környezet, de az, hogy a fogyasztót büntetni kelljen, elterés, ha volt, akkor is volt, az nem volt kérdés akkor sem, amikor mondjuk így idéző baloldali kormányok voltak, és most se az. Tehát egyszer az idő fogja ezt eldönteni. Generációk változnak, a helyzet az, hogy tényleg változik nagyon sok minden az Egyesült Államokban, ami ha tetszik, ha nem, előbb-utóbb ide is el fog jutni, és hát Németország is, ami ugye a passzát szeret irányítja Európában, most változtatta meg a fogyasztása, a kannabisz fogyasztása kapcsolatos szabályait.
egyszerűen az idő el fogja hozni, hogy itt változik majd ez. De addig viszont nincs ilyen. CBD-t egyébként lehet kapni a bármelyik plázában. 10 évvel ezelőtt ez nem volt így. Valószínűleg vannak olyan üzleti körök, akik érdekeltek abban, hogy a CBD-t egyébként, mint gyógyászati segéd, vagy mi az, étrendkiegészítőt, vagy mi a fenét lehet kapni? Étrendkiegészítőt megveheti mindenki sok 10 000 forintért, de erre kap rá egy kumma TB-támogatás se, akkor se, hogyha 5 éves epilepsziás gyereknek kell a CBD. Szóval, hogy idővel fog ez változni, én nem látok reálisan ezen kormány alatt semmiképpen esélyt rá, hogy medikális orvosi kanabisz legyen. De dolgozni kell rajta, ez nem kifogás, csak magyarázat. Még egy fontos kérdés eszembe jutott, hogy ugye sokáig volt ez probléma, hogy van mondjuk egy olyan szituáció, hogy 4-5 ember, fiatalok valahol elszívnak egy spanglit, és így átadják egymásnak a spanglit. Ez minek számít, hogyha ők bevallják ezt, hogy átadták egymásnak, tehát közösen fogyasztották ezt a kábítószert? Hát attól függ, hogy melyik ügyészséggel járunk. Itt van egy ilyen elég jelentős különbség a jogértelmezésben ügyészségenként. Készült ezzel kapcsolatban egy kutatás, ami még nem nyilvános, tehát egy mélységeiben nem tudok róla beszélni, de hogy pont erre irányult, hogy láthatóan különbözőek a felfogások ezzel kapcsolatban. Mi olyan ügyekkel találkoztunk többször is, amikor olyan esetről számoltak be a jogsegélyesek, hogy közösen szívtak 2-3-an egy spanglit valahol a természetben, előugrott a rendőr a bokorból, igazoltatta őket, és kereskedelem gyanúját kapta az a személy, aki nem csak körbeadta a cigit, de találtak is nála füvet a zsebében, mondván, hogy akkor ő hozta, és ő ott kereskedett, és visszakereskedtek felé, de ők fogyasztók maradtak, szóval ilyen furcsa logika. De hogy ezt így láttuk többször is, és az derült ki, ez a budapesti ügyészségekre irányult ez a kutatás, hogy valóban nem közös az, ahogy ezt a kérdést kezelik. A többség egyébként az ilyen esetekre azt mondja, hogy ez fogyasztás, és van erről ilyen legfelsőbb bírósági határozat, vagy nem tudom pontosan milyen dokumentum volt ez, de hogy lényegében erre vissza lehet utalni, és ez nem csak a fűre igaz, hanem mondjuk, hogyha valaki visz magával, mondjuk leginkább porformájú drogokat, tehát hogy mondjuk amfetamint, amit kiszór az asztalra, csinál 3 csíkot, és mondja, hogy ez az enyém, a másik 2 a tiétek lehet, akkor itt megint csak ez történik, hogy ez szerint az értelmezés szerint, hogy ez fogyasztás, hogy az adott drog az nem cserél gazdát, tehát nincsen birtokos vált, nem változik meg a birtokosnak a személye, ezért ez nem is nevezhető kereskedelemnek. És mivel azért az látszik, hogy legalábbis Budapesten, országosan nem tudom, hogy mik az arányok, hogy a legtöbb ügyészségen és bíróságon ezt a joggyakorlatot követik, hogy ez fogyasztásnak minősül, és egyébként ez szóba került a BKF, tehát az a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kínálatcsökkentő ülésén is, és ott a BRFK rendőrfőkapitány személyesen megerősítette, hogy ő is azon az állásponton van, hogy azon az értelmezésen, hogy ennek fogyasztásnak, közös fogyasztásnak kell minősülnie, azért erre van reális esély, hogy ebből legyen egy egységes joggyakorlat, ami nagyon jó lenne, mert azt látjuk, hogy csak az alapján, akik minket megtalálnak, ez egy sok fogyasztót érintő probléma, és nagyon nem mindegy, hogy a gyanú az fogyasztás vagy kereskedelemmel kapcsolatosan fogalmazódik meg. Tehát akkor nem érdemes adásvételi szerződést írni, amikor átadod a spanglit a társaságban. A másik ilyen kedvenc eset az, amikor ugye valaki bevallja, és ez ugye visszautal arra, amit a Levente is mondott az előadásában, hogy hát nem érdemes túl sok információt átadni a rendőrségnek. Mondjuk valaki bevallja, hogy hát 5 éve szívok már, nem tudom, hetente, és akkor hát egy csomószor előfordult, ugye, hogy szépen összeadogatták a mennyiségeket, megbecsülték, hogy ő mennyi kábítószert fogyasztott 5 év alatt, és az alapján indult ugye az eljárás. Igen, ez a nem lelt drog fogalma, tehát amikor
Például, ha valakinek a mobiljába találnak fényképeket, ahol mondjuk jó pár tucat extázis tablettával pózol, akkor van ilyen, hogy akkor azt mondják, hogy ezt ön birtokolt? Igen, és akkor kiszámolják az előző, vagy az évi lefoglalási, vagy az előző évi lefoglalási statisztikák alapján, hogy mondjuk akkor nem tudom, 70 mg volt a legkisebb MDMA mennyiség a lefoglalt tablettákban, és akkor szépen megszámolják, hogy a fényképen hány tabletta van, felszorozgatják, és akkor lehet, hogy kijön egy alapesetű, vagy egy jelentős mennyiség, úgyhogy nem lelt kábítószer. Ugyanez a helyzet, amikor valaki balga visszamenőleg és sem beismeri, hogy hát igen, volt egy ilyen esetem is, hogy igen, 7-szer vettem herbált, körülbelül olyan 50 grammot korábban, és akkor az 350 gramm herbál, ezért kereskedés volt, és akkor kapott érte jó pár évet, de úgyhogy nem volt megtalálva a drog, valamennyit megtaláltak, de mondjuk nem tudom, 7-szer annyit beismert, teljesen feleslegesen. Tehát, hogy ezek azok a helyzetek, amikor semmi korábbi ízét, ami nincs ott, az nem létezik. Soha életemben nem láttam, mi az, hogy drog, ízét. Nem is tudom mi azt. Tehát, nem muszáj semmit mondani, nincs olyan, hogy valami hihető sztorival elő kell állni. Nem kell előállni semmivel. Na, akkor átadnám a szót a közönségnek. Van-e valakinek kérdése? Az orvosi ketaminnal mi a helyzet? Van Magyarországon orvosi ketamin? Sőt, erről volt egy zseniális Drug Reporter Szabad Egyetem előadás, talán a legutóbbi volt pont, ahol itt a kinyitott auditoriumban legalább 300 ember értesült, hogy igen, van orvosi ketamin, mindig is volt, mert a ketamin az egy évtizedek óta, tudtam, már soha nem illegalizált gyógyászati hatóanyag, amit állatgyógyászatban, embergyógyászatban használtak és használnak továbbra is. Most az változott meg, hogy az intravénás indikáción túli depresszió kezelés mellé bejött az is, hogy az orspray formájú hivatalosan gyógyszer indikált kezelés van. Az, hogy ez igen, ez egy, az esketamin, az a ketaminnak az egyik izomere, ez jogilag kábítószernek számítna, de hát tele van végül is a kábítószerlista olyan anyagokkal, amiknek van gyógyászati használata. Többek között a lisdexamfetamin az év elején lett törzskönyvezve Magyarországon ADHD kezelésre, az is egy amfetamin származik. Meg hát rengeteg más is van. Tehát és ez valószínűleg hát ott érinti az illetőt, hogyha valaki mondjuk egy, van nála egy recept, és ott van nála a gyógyszer, hát akkor valószínűleg nem fogják vegzálni. Tehát ez körülbelül ugyanaz, mint hogyha ha kimutatnak belőle amfetamint úgy, hogy ő azt hivatalosan kapta mondjuk valamire, hát ADHD-re mondjuk Magyarországon nem írnak fel pont amfetamint, de csak lisdexamfetamint most már, de hogy ha tud igazolni bármi papírt előhúz, hogy ez nála lehet hivatalosan, akkor szerintem nem kötnek bele. A ketaminnal, tehát a ketaminnal ugyanígy van. Viszont lehet, hogy nézik a metabolitokat, hogyha ha eszketamin fogyasztása után az R-izomert metabolitjait is kipisili, akkor valószínűleg, hogy ott volt mellette kis rekreáció is. Tehát akkor azt, a metabolitból meg lehet mondani, hogy az orvosi izomere volt-e, mint például amfetaminnál, ezek tiszta D-amfetaminok, az utcai az meg egy kevert, abban mind a két izomer benne van. Tehát, hogy meg lehet a metabolitból mondani, hogy ő tényleg csak az orvosilag indikáltat használta-e. Nagyon pici hozzáfűzni való, tényleg csak az, hogy ha valakinek van orvos által fölírt kábítószer tartalmú gyógyszere, akkor legyen, hogyha ott van a gyógyszer, akkor legyen ott mellette az orvosi mondjuk igazolás, vagy nem tudom én, ambulás, bármi, mert ugye a recept az felhőben van sokszor, de mondjuk, hogy ott van a szakorvosi papír, tehát ezzel lehet utazni is, tehát leviheti valaki, mint tudom én, repülőre föl a gyógyszerét, és itt legyen ott a szakorvosi indikációja, hogy ez milyen. És akkor lehet, mert morfium tartalma, vagy morfin tartalma gyógyszerektől elkezdve, ugye ez az új ketaminnal, amfetaminnal kapcsolatban. Tehát ugye legyen orvosi papírod, és akkor teljesen ebben van, biztos, hogy nincsen ebből egyébként. Én legalábbis nem tudok arról, hogy rendőri intézkedésben tovább menni. Amúgy pont ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, mert én például szedek ritalint, és fel van írva nekem, de nem rohangálok állandóan azzal az igazolással, hogy én akkor most legálisan amfetaminozok kis dózisban, de hogy ilyenkor mondjuk egy igazoltatás során, hogyha a gyógyszerem esetleg nálam is van, akkor, de mondjuk a papír nincs, akkor ők hazakísérnek, hogy mutassam meg a hát ez valamit. Alapvetően volt valami konkrét probléma is, mert én azt gondolom, hogy egyébként szerintem ilyenkor egy körülbelül józanú gondolkodó rendőr
egy nem tudom milyen helyzetben, persze az fontos, hogy mikor és milyen helyzetben történik egy rendőri intézkedés, de mondjuk egy ilyen olyan ártatlan igazoltatásnál, ami mondjuk egy közúti ellenőrzésből fakad, bár ugye mindig kell, ahogy a Levent is mondta, egy minden intézkedés, ez kell egy törvényes cél. Szóval csak azért, hogy megnézzék, hogy a gyógyszerrel mi a helyzet, szóval azért nem intézkedhetnek senkivel. De mondjuk valamilyen más törvényes célból egy ruházat átvizsgálásnál előkerül a gyógyszer, mint olyan. Azért a gyógyszerrel kapcsolatban önmagában nem szoktak a rendőrök további intézkedéseket tenni. Tehát, hogy ha meg egyébként elindul egy eljárás, és akkor azt meg kell vizsgálni, hogy egyébként a gyógyszer, aminek rá van írva neve a dobozra, és nem tudom micsoda, abban tényleg ugyanaz van-e, és akkor ott természetesen van arra lehetőség, hogy az orvosi igazolásokat mellé csatolják, és akkor annak a vizsgálata egyébként akkor az állam terhére maradt. Tehát azt nem kell kiperkálni, hogyha annyi esze volt egy rendőrnek, hogy bevizsgáltatta a gyógyszer, mit tudom, a kalmapirint, meg a ritalin, meg ez. Szóval, hogy ez azért általában nem nagyon fordul elő, de hogyha mégis, akkor minden igazolást be kell adni, és akkor ennyi volt a történet. Ugye a gyógyszer részhez még annyit hozzáfűznék, hogy ami sok mindenkinek nem lehet egyértelmű, és egyre több ilyen ügyünk van, vagy legalábbis kérdés hozzánk, hogyha valakinek felírnak az Unióban orvosi kannabiszt, akkor azt behozhatja Magyarországra. És erről, hogyha valaki elolvassa a Schengeni egyezményt, akkor egyértelműen látja, hogy igen, a kábítószereket, hogyha orvosi célból felírta az orvos, akkor lehet a Schengeni országok között szállítani. Viszont van egy olyan egészségügyi minisztériumi rendelet, ami meg azt mondja ki, hogy azok a szerek, amik a K1-es listán vannak, többek között a kannabisz, THC, nem kannabisz, az nem szállítható. És hogy nekünk ezzel kapcsolatosan, mert hogy itt van egy ilyen ütközés a nemzetközi joggal, megkérdeztük a belügyminisztériumot, hogy akkor tulajdonképpen most mi a helyzet, melyiket kell komolyan venni, és azt a választ kaptuk, hogy igen, valóban ezt mondja a Schengeni egyezmény, de azt meg nem mondja, hogy az egyes országok ezt nem kezelhetik szigorúbban, és a kannabisz az a legelterjedtebb behasznált kábítószer Magyarországon, mint egyébként bárhol máshol is, ezért tartja indokoltnak a magyar keretrendszer azt, hogy szigorúbban is szabályozza, és ezt mondja a magyar állam a betegeknek, hogy bocs, sajnos ez pont egy olyan gyógyszered van, amit használnak a fiatalok rekreációra, úgyhogy ezt nem hozhatod be magad, de a Magyarországra. A Magyar Orvosi Cannabis Egyesületnek egy filmje, amikor az egyik beteg kapott egyéni behozatali engedélyt Sativexre talán, de az külön engedélyeztetési eljárás, és nagyon bonyolult, és akkor volt ilyen, aztán videóval fel is vették, hogy elment a gyógyszertárba, és akkor ilyen gumikesztyűbe adta át a gyógyszerészre. Bocsánat, elnézést, ez persze komoly dolog. Szóval, hogy a Sativexet, szóval, hogy egészen abszurd. Hát az EU-ban törzskönyvezett gyógyszerről beszélünk. Tehát, hogy itt ez, amit a Tomi mondanak, ez a háttere. És hát a Schengen, meg hát ugye a termékek szabad áramlása. Tehát, hogyha jogszerűen valahol egy termékkel tudok kereskedni, és ez egy közös piac, bámulnió minden nyomájával együtt, akkor nem lehetne ezt korlátozni. De hát, és gyógyszerről van szó, és nem egy élvezeti cikkről. Szóval az érdekes kérdés lehet mondjuk egy magyar bíróság eljárásban meggyőzni egy bírót, hogy kérdezze meg az Unió bíróságát, hogy a Schengeni egyezménye, vagy más egyébként áruk szabad áramlásra vonatkozó rendelete, mennyire van összhangban ez a magyar szabályozás, és akkor ezt ugye egy úgynevezett előzetes kérdés tehet fel a magyar bíró a Luxemburgi Uniós Bíróságnak, és akkor ezt iránymutatásképpen eldönthetné Luxemburg. Csak ezt meg kell győzni egy magyar bírót. És én mondjuk, olyan ügyet azért tudok, amikor menekültügybe föltettek kérdést, aztán utána kirúgták a bírót. Ennek még aktuálisabb verziója az, amit a dátas csoportban elég sok posztban nem engedtem ki, hogy valakinek az arcába tolja a Facebook azt a microdosing reklámot, hogy akkor pszilocibin microdosing, és akkor vedd meg a nyilván nagyon borsos áru terméket, mert hogy az uniós szabályok, meg Schengen, meg minden miatt bármelyik uniós országban szállíthatjuk ezt a pszilocibin tartalmú terméket, mert hogy a termékek szabad áramlása. Ez egy nagyon szép meg minden, csak hát itt nyilván a vendor, a beszállító, az nyilván nem tudja, hogy Magyarország azért kicsit gyengén áll itt a jogállamisággal, és hogy itt
úgy megtépik az ő vásárlóját, mint annak a rendje, ugyanis az egy okés, hogy igen, van termékek, szabad áramlása, minden nagyon szépen hangzik, viszont vannak kiskapuk, tehát hogy például népegészségügyi vagy közegészségügyi indoklással bármelyik ország gyakorlatilag, ha ő úgy gondolja, akkor megtilthatja ezt, meg azt, meg amazt. És hogy ez szerintem eléggé jó közegészségügyi indoklás, hogy abból a termékből, amit be kéne engedni az országba, abból egyrészt kábítószer hatóanyagot tudunk kimutatni, másrészt meg aki fogyasztja, annak meg a mintájából ki tudunk mutatni kábítószer metabolitot. Tehát, hogy így két irányból is igencsak necces az a termék, amit be kéne engedni, és szerintem ez simán indokolja azt, hogy közegészségügyi saját indoklás miatt, akkor nem engedjük ezt a terméket, és eljárást indítunk az illető ellen. És szerintem ez megint úgy van, hogy semmi kábítószertartalmat ne kapcsoljon az ember a saját nevéhez, meg a címéhez, és nem fogja állni a perköltségeket, meg a bűnyi költségeket, az a nem tudom, holland microdosing beszállító, aki a Facebookon sikerült elhitetni az emberekkel, hogy ez ilyen egyszerű az unión belül. Sziasztok! Gyakorlati kérdésem lenne azzal kapcsolatban, hogyha delikvenst egy közúti ellenőrzés során megfogták és találtak az autóban egy kábítószergyanús spangli maradékot, akkor megcsinálták a vérvizsgálatot. És hogyha esetleg találnak a vérében mást is, mennyire számíthat arra, hogy eltiltják a vezetést, vagy hogy bevonják a jogosítványát? Uh-huh. Igen. Ha ezt azonnal nem tették meg, az orvosi vizsgálat azt mutatta, hogy egyébként nem bódult, tehát jegyzőkönyvbe le lett írva, hogy az orvos szerint nincs bódult állapotban, de az esély sajnos megvan rá, hogy mást is találnak. Hát alapvetően, tehát egy közúti ellenőrzésről van szó, ugye ezt sokszor egyébként az említett fokozott ellenőrzéssel is párhuzamosan csinálják, de a közúti ellenőrzésben az a mondjuk így trükk, hogy az nem kell szemben mondjuk egy igazoltatással, egy klasszikus utcai intézkedéssel, az nem kell igazából semmilyen plusz indok. Tehát a közúti ellenőrzésre bármikor sort keríthet a rendőrség, és egyszerűen azért, mert a járművezetés az veszélyes üzem, és bármikor megállíthatja, és akkor a sima igazoltatáson túlkéri a gépjárműnek a papírjait. Az kérdés első körben, hogy hogyan jutunk el a vérvételig egy sima közúti ellenőrzésig, de nem kell megválaszolod. Nem, a delikvens óvatlan volt, és megtalálták a kocsiban. Aha, de igen, volt, tehát ez szokott lenni, hogyha itt ilyen cigik vannak itt-ott az autóban, meg csak kiveszem forgalmit a kesztyűtartóba, és akkor kiesik. Ő volt a hülye. Tehát, hogy ez most nem is az a kérdésed, hogy én azt megmondjam, hogy ő hülye volt, és sem, mert nyilván van ilyen. Különben nem lenne ilyen halnék, és nem lenne ügyem. Nem. Szóval, hogy abban az esetben, hogyha elindul egy ilyen eljárás, akkor először is a gyanúsítást kell megnézni, és ebben az esetben, hogyha ilyen közötti ellenőrzés van, a rutin az, hogy meggyanúsítják bódult járművezetéssel is. Aztán, hogyha a szakértő azt leszállazza, kitisztázza, hogy aktuálisan nem befolyásolta a vezetési képességet, az egyébként kimutatható hatóanyagú ilyen-olyan kábítószernek minőső anyag, akkor proforma, formálisan meg kell szüntetni azt a büntető eljárást, vagy legalábbis el kell különíteni a kettőt, és meg kell szüntetni a bódult vezetést. Mert akkor, hogyha ebbe vádat emel az ügyész, azt az életben nem fogja tudni megvédeni, hogy hát ott van a szakértő leírja, hogy nem befolyásolta a járművezetésben a képességét, tehát hogy akkor az felmentés. Ezt az ügyészek nem szedik a felmentés, mert nagyon szép statisztikáik vannak, hogy 98%-os vádemeléssel mennek, és akkor ők minden évben kiadnak egy ilyen kommunikét is, hogy örülnek, megveregetik a saját vállukat. Szóval, hogy arra szerintem nem emelnek vádat. Most azt mondom, ami számomra logikus, meg az általam ismert gyakorlatban van, de kivétel mindenhol van, ahogy mondjuk a Tomi is mondta, hogy van olyan bíróság, ahol nem kapták meg az SMS-t, hogy a közös fogyasztás az nem kereskedelem, és akkor abban még így vádat emelnek, meg ítéleteket is hozzám. De a rutinból nem szabadna abban vádat emelni. Marad tehát a fogyasztásos cselekmény, ami elterelhető, és a szükségképpen a kettő nem kapcsolható olyan módon össze, hogy az elterelése sztori miatt a járművezetéstől eltiltják. Ez két okból se lehet. Az egyik az, hogy megcsinálja az elterelést, és vége a történetnek, kiperkáltatják vele a költséget, ami most ugye ez az új sláger, ez az ilyen burkolt büntetés. Nem büntetik a fogyasztót, de azért 300, meg 500. Szóval, hogy ez az egyik, nincsen tehát járművezetéstől eltiltás, mert nem kerül a bíróság elé. Járművezetéstől eltiltás kizárólag a bíróság szabhat ki. Mint mondtam, sokféle büntetés van, az egyik, amiről nem beszéltem részletesen. A másik pedig az, hogy hát nincs is jogalap vádat emelni ilyesmire, de még egyszer nincs is vádemelés, mert megcsinált az eltérés vége az ügy. Szóval, hogy nem lehet.
összekapcsolni. Eljárásjogilag is nagyon problematikus, nem is látom, hogy hogy lehetne. Meg ma tartalminak sincs bizonyíték, ami alátámasztja ezért se ez a két ok miatt, szerintem. Jó, de még egyszer, nem olyan nagy ország, de sok bíró van, tehát mondom, hogy teljesen lehetetlen ilyet. Sziasztok! Esetleges házkutatásnál mitől függ az, hogy jöhetnek-e kutyával, vagy nem? Vagy ez mi a gyakorlat általánosságban? Hát ezt gyorsan választok, más is akarom. A nácisztikus jogászok ugye állandóan mindig mikrofont akar beszélni akarnak. Szóval, hogy meg bocsánat, az is vicces volt, amit a Tomi mondott, hogy a bokorban elugrik a rendőr. Tök kevés rendőr a Magyarországon, tehát valakinek arra van ideje, hogy bokorba álljon, hogy mikor fogyasztanak mellette kannabiszt, az is elég vicces, de erre mondhatnám egy kicsit így megint ironikusan, hogy éppen van kutyájuk, és akkor visznek. Szóval, hogy a kutya sincs sok ugyanis. Alapvetően a rutinnak nem része egy büntetőeljárás keretében az, hogy automatikusan visznek kutyát. Tehát, hogyha egy mondjuk utcán induló, vagy egy olyan ügyről beszélünk, amikor terhelő vallomás miatt kerülnek el egy fogyasztóhoz a rendőrök, akkor ezért nem visznek automatikusan kutyát magukkal. Kábítószer kereső kutyákat akkor szoktak alkalmazni, hogyha valamilyen ilyen ellenőrzési tevékenységet csinálnak, egy adott területet ellenőriznek, mondjuk egy, most már nem razziának hívják, hanem komplex ellenőrzésnek, milyen szép, hogy egy komplex ellenőrzés hajtanak félre, ez azért komplex ellenőrzés, mert a razziának csak rendőrök voltak, itt meg már visznek navost, meg mit tudom én ezt-azt, és akkor ez már egy mindent ellenőriznek egy szórakozóján. De oda mondjuk visznek inkább kutyát. Vagy természetesen mondjuk a vámosok, vagy a reptéren, tehát ott alkalmaznak kábítószerkereső kutyát. De nagyon nagy tárgyisúlyú ügyekben, amikor egy ilyen komoly kereskedő hálózatról van szó, akkor is visznek néha nyomozó kutyák. De nem a rutin része az, hogy egy kutatáshoz kábítószerkereső kutyát vinnének. Azért, mert kevés van ilyen állatból, és azokat nem egyszerű kiképezni. Azokat hosszú hónapokon keresztül, hát kölyök koruktól egy adott anyagnak a szagmintájához kell igazából hozzá szoktatni. És eleve nem is tudnak mindenre fölkészíteni egy kutyát, tehát van például olyan ügy, ahol sok-sok tonna úgynevezett KAT nevű, nem tudom ki hallott erről, ez Afrika, Kelet-Afrikában, Észak-Afrikában nagyon sok helyen teljesen legálisan fogyasztott növény egyébként, ez egy cserje. Tehát KAT nevű kábítószert vittek el sok tonnát Magyarországon, egyszerűen kutya nem volt idamítva rá. Tehát, hogy és ezért át tudott menni. És nyilván kanabiszra arra azért egy sok kutyát képeznek ki, de nem rohangásznak alapjáraton ilyen kábítószerkereső kutyával rendelkezni, nincs kapacitás. Egyébként meg, ha akarnák, akkor a törvény az megengedi nekik, hogy kivigyenek ilyen kutyát, de ez nem a rutin része. Szerintem úgy eléggé esélytelen, hogy valakit mondjuk az utcán elkapnak éjszaka, és akkor menjünk haza megnézni azokat. Az nem, viszont hogyha olyan van, hogy egy nyomozás van már folyamatban, és ott kiderítették, hogy kik mondjuk nem tudom a X-nek a vásárlói, vagy a felsőbb kapcsolata, és akkor a nyomozás során elrendelik azt, hogy akkor legyen kutatás, akkor ezt már azért ez egy rész összetett folyamat, hogy ott már többen részt vesznek, és akkor már ez már megvan úgy, hát biztos egy héttel vagy 10 nappal előbbre már tudják a rendőrség, hogy lesz egy ilyen kutatás valahol, valakinél, és akkor gondolom arra már berendelik, nem tudom, az autókat, meg a kutyákat, meg a technikust, meg éppen ami kell hozzá. Tehát, hogy én azt mondom, hogy szerintem így utcáról így instant az nem esélyes, hogyha meg nyomozás vagy ilyesmi van, akkor igen. Fesztiválon meg szokott lenni így, amit el is mondtam, hogy második körbe, első körbe csak bejönnek a civilek, nézelődnek, oda mennek emberekhez, megkérdezik, hogy hello kortárs fiatal, tudsz kápszit, vagy valami hasonló dumát, és utána, amikor már kiderítették, hogy ez mondjuk mit tenni, egy 10 arcot, akik eléggé látványosan szórják, akkor utána második körben, amikor bejönnek, akkor van kutya, és akkor már célirányosan X sátor, Y autó, lakókocsi, stb., és ott már a kutya ott van. Tehát, hogy az ellen meg hát azért nyilván akkor kell gondolkozni előre. Tehát, de mondom, ilyen instantban nem esélyes. 90-es években volt egy olyan ismerős, akit úgy kaptak el, hogy rendőrségi bemutató volt kutyával, és akkor mondta a rendőr a kutyának, hogy elrejtett valahol valamilyen, és akkor egy bemutató a kutyák, és akkor Béla keresd, és a Béla meg felszaladt a közönségbe hozzá az emberhez, akit... Ez még vicces. Szóval, hogy egy valamit még szeretnék hozzátenni, hogy sokszor vannak
nem annyira szakszerű rendőri intézkedések fesztiválon, de még két dolgot azért hozzátennék ahhoz, amit Levente mondott. Egyrészt, hogy, tehát, hogy azt a rendőrség, most hagyjuk, hogy milyen okból, de nem vállalja be, hogy minden fesztivált minden napi szinten szétszed, hogy kannabiszt meg ezt meg azt keressen. Ezt azért tudjuk a Magyarországon. Jó? Tehát ugye ez az egyik, a másik, hogy azért, hogyha egy feretnyomozó profin akarja végezni a munkáját, azt ti nem fogjátok észrevenni, az biztos. Tehát hogy egy igazán ügyes feretnyomozót, én beszéltem egy párra, az az életben nem mondom meg, hogy az. Vannak olyan intézkedések, amik kevésbé jól bútorozott rendőri. Általában nem egyébként bűnügyes feretnyomozókkal dolgoznak, mondjuk tudom én ilyen, oda vezényelték őket, mert hogy kellett a kapacitás, és akkor nem értenek annyira hozzá. Azok valóban ez a kockás, inges típus. De egy igazi profi feretnyomozót, azt a bíróságon látja a dealer tanúként, hogy ha egyáltalán, mert hogy még a nevessel ezt tudott, és akkor az ártan kezelt iratokban van, hogy ő szerezte az információt, az tényleg van Magyarország, és beépülnek, és akkor éveken keresztül része a hálózatnak, és akkor aztán úgy szólt. Szóval ez nem egy ilyen csak a filmekben előforduló dolog. De még a magyar rendőrségnek az érezhető nem arra megy a kapacitásának a nagy része, hogy minden fesztiválon folyamatosan ellenőrizzék a fogyasztókat, egyszerűen nincs is erre elég ember, de vannak ilyen ügyek, nyilván erről a sajtóból lehet is értesülni. Csak ennyit akartam. A fesztiválokon az a ki- és belépőknek az ellenőrzése az most már inkább a rutin, de van, amikor a fesztiválra nem mennek be, de ezeket a partibuszokat, ami megy az egyik fesztiválról a másikra, viszi a bulizókat így a, mondjuk Európán belül, akkor azokat azért volt több év is, amikor azokat szétszették, úgyhogy mindenkinek a mindennét kiszedték. Egyébként az is megtörtént eset, hogy amikor én még az ELTE-re jártam, és a Budaörsi Koleszban laktam, ott az a srác, akiről mindenki tudta, hogy a legnagyobb smoker a Koleszban, és mondjuk egy 10 évvel később találkoztam vele, és megkérdezte, hogy na és mit dolgozol? Hát a BRFK kábítószer ellenes osztályán. Hát hogy azért vannak olyan emberek, akik egyébként így, hogy úgy mondjam, megélt tapasztalattal csatlakoznak a másik oldalhoz. Milyen jogköre van az egyetemeknek drogokkal kapcsolatban, az egyetemi hallgatókkal kapcsolatban? Kötelezheti őket vizelet vagy vértesztre? Illetve ha megtudja, hogy kábítószert használ vagy birtokol, akkor büntetheti-e kirúgással, feljelentéssel vagy máshogy? Az egyetemek azok nem nyomozóhatóságok, tehát hogy semmiféle speciális joga nincsen semmilyen egyetemnek. Ami az egyetemre tartozik, az többféle irányból megközelíthető. Egyfelől van minden egyetemnek magatartási etikai kódexe. És azt előírhatja nem csak a kábítószerre, mivel ez bűncselekmény kábítószert fogyasztani, hanem a rablásra, meg a nem tudom bármire, hogy mondjuk tisztelt egyetemi polgártársunk, ne tessék bűncsizni, szóval hogy ne kövessél el semmilyen bűncselekményt, mert ha ezt teszed, akkor méltatlanná válsz arra, hogy te egyetemi hallgatóként a közösség része legyél, és egy etikai eljárást tud indítani. De ez egy másik kérdés. Oké? Tehát ez nem azt jelenti, hogy nyomozó lesz az egyetemből, vagy a gondnokokból meg. Illetve a másik, ahonnan meg lehet ezt a sztorit fogni, az, hogy az intézmény területére természetesen olyan anyagot is tilos bevinni, ami bűncselekménynek minősül, tehát mint a kollégiumban. Hát lehet, hogy kísérják, hogy tilos bevinni kábítószert, hanem egyébként amúgy is nyilvánvaló, mivel bűncselekmény áll, hogy a kábítószert birtokolni. És hát a házi rendnek ez, amellett, hogy bűncselekmény is lehet, és eljárás is lehet belőle, a megsértését is jelentheti a kábítószernek az oda bevitele, és annak akkor lehet az eredmény, hogy kiteszik a koleszból, mert hogy megsértett a házi rendet. Szóval ilyen indirekt jogkörök vannak, de még egyszer nem lesz rendőr, nem lesz nyomozó, nem turkálhat csak ezért. Nem kötelessége az egyetemnek semmilyen formában, semmilyen dolgozónak mindenféle eljárásokat indítani, hogyha tudomást szereznek kábítószer használatról, de nem is tétje semmi. Tehát, hogyha az kiderül, hogy ott olyan fogyasztása sor kerül, most mindegy, hogy buli, vagy valaki állandóan szív, vagy tök minden, micsoda, és akkor azt tudják, azért tehet feljelentést, de nem kötelessége, én azt gondolom, még az egyetemnek se. Én szerintem azért a helyén kezelik az egyetemek többsége, legalábbis nem tudom, Tomi, majd kijavítasz, hogy hány ilyen ügy, nem mondom, hogy nem volt soha ilyen ügy, hogy tettek feljelentést, de azért nem ez a jellemző, hogy a kollégiumok meg az egyetemek azért ilyen sok eljárást indítanak. A középiskolában, hogy mondja a Petya félhangosan, sokkal inkább van az, hogy túl buzgó
pedagógusok, vagy legalábbis ilyen diplomával rendelkező emberek tesznek feljelentést, holott nekik sem kötelességük, sőt azt gondolom, hogy inkább az etikai elvárás az, hogy segítsenek, és ne pedig eljárást indítsanak. De hogy azért, hogyha minden egyes ilyen szívásnál feljelentést lenne, akkor gyorsan kirülnek kollégiumok szerintem. Szóval, hogy ez azért nem egy ilyen tipikus probléma, de a kérdésedre tehet ez a válasz, hogy... És még egy kérdésem lenne, hogy utcán kipakoltatásnál, hogyha a rendőr kipakoltat, és talál valakinél használt pipát, aminek mondjuk égetett kanabisz illata van, de kábítószer gyanús anyagot nem, akkor mi lesz a következmény? Hát a kipakoltatás, tehát azt ugye ruházat átvizsgálásnak hívjuk, ugye ehhez úgy kell, ahogy már Levent erre többször utalt is, úgy kell eljutnunk, hogy a rendőr valamiért megállítja az állampolgárt. És mivel nincsen általános igazoltatásban, szeretik ezt mondani a rendőrök. Illetve még láttam is egy ilyen oktató videót, amin a szakszerű igazoltatást demonstrálta a rendőrség, és az úgy nézett ki, hogy egy ilyen aluljáróba egy idős hölgy lement a lépcsőn, és akkor odalépett hozzá az egyenruhás rendőr, valóban napszaknak megfelelő köszönéssel üdvözölte, elmondta, hogy a személyazonosságát fogja megállapítani, és azért legyen kedves átadni az iratait, ami megtörtént, ellenőrizte és visszaadta, elköszönt és elment, és ez volt az oktató videó, és akkor megkérdeztek, hogy de miért kellett igazoltatni? Ja, hát azt lehet kellett, nem? Vagy hát mi? De nem kell, tehát az nem egy igazoltatás, hogy az idős néni az aluljáróba sétál. Tehát, hogy ugyanígy, tehát nincs nagyon... Hogy egy pipa hogy kerül elő, az természetesen szituatív, ezzel azt akarom mondani, hogy alapjáraton a pipa ellenőrzés sincs. Ha viszont már valamilyen, tegyük fel, jogszerű rendőri intézkedés során ruházat átvizsgálásra is okot ad valaki, tehát a rendőr nem csak, hogy okot talált ahhoz, hogy igazoltassa, hanem arra is okot talált, hogy megnézze a ruházatát, és abban a tartott tárgyakat is megvizsgálja, akkor ha már van egy kannabisztól szagló vagy illatozó ízlés kérdése, pipa, bizony az elég ahhoz, hogy utána a büntetőjárást indítsanak. Ugye az fontos látni, hogy a rendőri intézkedésekhez, hogy bűncselekmény történt-e vagy sem, egy úgynevezett gyanú szintje elég. Ez a, hogy történt-e bűncselekmény, ezt a szaknyelv ezt csomóféle szóval írja le, de a legegyszerűbb gyanú, az, hogy van egy kanabisz szagú pipa, az pipa, tehát teljesül. Mert pipa és pipa ebben az értelemben, és teljesül a rendőri intézkedés során, arra előállításra kell válaszolni a rendőrségnek. Később a gyanú az aztán az elvárás szerint egy büntetőeljárás megindításához úgynevezett megalapozott gyanú kell, hogy legyen, aztán a később meg a vádemeléshez szükséges, és az ítéleti bizonyosság a legmagasabb szintje a bizonyítottságnak, de egy sima gyanúhoz az, hogy valakit bevigyenek, az a kanabisz szagú vagy illatú pipa az bőven elég, és azt még hozzá kell tenni, hogy a bűncselekménynél tettenért személy előállítása kötelező a rendőrségi törvény szerint. Ezt én nem egyedül vitatom egyébként, de az a lényeg, hogy ilyenkor viszont nem is mérlegelt a rendőr, hogyha valaki tettenért bűncselekmény elkövetésén, és ez a legegyszerűbb típusú tettenérés. Tehát nem is az, hogy egy fél órán belül kapja el az embert, és akkor okszerűen lehet következtetni, az még tetten és nagyon közel volt időben a cselekményhez, mondjuk egy autófeltörésnél, hanem tényleg ott van a on the spot, tehát ott a helyszínen kapja el az ember. Nincs mérlegelés, és be kell vinni. Tehát elő kell állítani, hogy a nyitó előadásban volt szó, 8 plusz 4 órára, gyanúsítás, és itt tovább, és itt tehát kell. Tehát nem. Lehet olyan rendőr, aki, mert természetesen erről rendőrök nem hivatalosan tudnak néha beszélni, aki erre nem csinál semmit. És azt mondja, jó, na akkor húzzá innen, nem tudom én mennyire. De hogy szabályosan Magyarországon jár el egy rendőr, és a nagykönyv szerint, betű szerint tartja be az ő törvényes feladatait, akkor arra szerintem elő kell állítani. És az meg fog állni minden bíróság előtt, hiába teszt panaszodon. Nekem az elteréléssel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy akit elkapnak, ugye az Piruszra nem lesz, de tudomásom szerint van, hogy nyilvántartó rendszerbe kerül, ami azért lehet problémás, hogy ha igazoltatásnál vagy akár közúti ellenőrzésnél a rendőr ezt látja, akkor hajlamosabb lehet akár a ruházatot, akár a gépkocsit jobban átkutatni. És a kérdésem, hogy milyen rendszerbe kerülnek be az eltereltek, és ott hány évig vannak az adataik tárolva? Van ez az úgynevezett büntetőeljárás alatt állók nyilvántartása. És van egy ezzel kapcsolatos törvény, amiből ez kiolvasható, hogyha valaki elvégzi az elterelést, akkor az ügyének a lezárásához képest 3 éven keresztül benne van ebben a nyilvántartásban,
ami még súlyosabb, mint maga az tehát hogyha igénybe akarsz venni elterelést egy másik után, akkor az 2 év, ez viszont 3 év, és ez mondjuk megakadályozza azt is, hogy valaki erkölcsi bizonyítványt kaphasson. Mi ezzel egyébként így a közelmúltban találkoztunk, és nem tudom, hogy ez minden esetben így megtörténik-e, de hogyha jogszabály szerint nézzük, és mondjuk valaki kér egy erkölcsi bizonyítványt, akkor ennek utána néznek, hogy van-e olyan bűnügyi nyilvántartási rendszer, amiben szerepel az adott személy, és akkor ebben azt fogják látni, hogy ott van a maga bűncselekmény típus, amit elkövetett, mondjuk csekély mennyiségre elkövetett kábítószer tartása, mikor volt az ítélet, és hogy meddig lesz még benne ebben a nyilvántartási rendszerben, és akkor ezt szerint jogszerűen nem lehet kiadni az erkölcsi bizonyítványt, és ez mondjuk probléma lehet akkor, hogyha valaki munkát akar vállalni, vagy mondjuk vízum kérelme lenne, és ez egyébként egy ilyen elég erős ellenérv arra, amit sokan hangoztatnak, vagy többen szokták mondani, hogy hát ez azért ilyen kvázi dekriminalizáció, ami Magyarországon van, mert hogy fogyasztók azok nem kerülnek börtönbe, sőt, még az elterelésen keresztül mentesülnek. De hát ugye látjuk a bűnügyi költségeket, amit most már szinte minden esetben megfizettetnek, és közben meg vannak ilyen következmények is, hogy ott maradnak ebben a nyilvántartási rendszerben egy jó darabig. Itt lesz az első olyan pont, amikor nem értünk egyet. Szerintem nem így van, de majd megnézem, akkor lehet, hogy valamit én nézek be, és valami rossz vagy régi jogszabályt ismerek, de az erkölcsi bizonyítvány az a bűn tettesek nyilvántartását jelenti az én utolsó információm szerint, de lehet, hogy tévedek, akkor majd megnézem. Csak hangozzon egy másik vélemény is, vagy legalábbis nem ülhetek úgy itt, hogy én máshogy tudom, és nem szólok. És a büntetések nyilvántartásában az elterelés az nem tud benne lenni. Amikor még nincs kész, akkor ugye nincsen büntetőjogi jogkövetkezmény, a büntet pedig a büntet által egy büntetés kiszabását is jelenti, büntet miatti büntetés kiszabását jelenti. És az a Priusznak nevezett erkölcsi bizonyítványban az nem jelentkezik, amikor lekér valaki a BM-től egy ilyen erkölcsi bizonyítványt, az nem fogja tartalmazni, amíg megy az ügy. Amikor meg vége van, akkor meg megszüntetik a büntetőjárást, akkor se lehet valaki büntettesek, mert nem kapott büntetést, és nem büntet miatt meg pláne. Tehát azért se lehet benne. Szerintem van olyan nyilvántartás, az való igaz, amit mondasz, amiben benne van, hogy ki ellen indult büntetőeljárás valaha egyáltalán. Mi akkor is, hogy azt megszüntették, akár az elterelésre tekintettel. És az valóban 3 évig indokolatlanul hosszú ideig van. Ebben tök egyetértek, csak azt akarom mondani, az én infóim szerint, én úgy tudom, de ezt nem tegnap néztem, szóval lehet, hogy én vagyok pontatlan, majd megbeszéljük. Hogy az a büntetések nyilvántartásában nem szerepel, tehát az elterelés. Tehát, hogy amikor pedig a rendőr intézkedik, és nála vannak ezek a, valami mobil eszköznek hívják, de a lényeg az, hogy az alkalmas arra, úgy is néz ki, mint egy mobiltelefon, egy csomó információt lekérjen. A Levent is utalt rá, hogy ez, ebben nem biztos, hogy már az kép felismerése is oké, de hogy az biztos, hogy abból meg tudja nézni, hogy kell kinézni a személyidnek. Szóval, hogy benne van minden adata, a forgalmi adatok, minden nyavaja. Szóval, hogy ott szerintem ahhoz nem a körözési nyilvántartáshoz hozzáfér, az nyilvánvaló, de ez logikus is, rendőrnek legyen egy adatbázis a kezében, hogy valaki, tehát ha tényleg köröznek, azt találja is meg a rendszerében. De én nem tudok arra, hogy ez ahhoz a nyilvántartáshoz is hozzáférést enged neki, ami azt az adatot tartalmazza, hogy valaha indult-e valaki ellen büntető ügy. Szóval szerintem az, hogy valakit leellenőriznek az utcán igazoltatnak, és azt tudja, hogy 2 évvel ezelőtt volt-e egy elterelése, és azt a rendőr a kezében tartott eszközről megmondja, és akkor valószínűbb, hogy ellene még csinál még 3 dolgot, szerintem ilyen nincs. Tehát egyszerűen én úgy tudom, hogy az adatbázis, ez nem hozzáférhető a rendőrnek ez a mobil technikai eszközzel, ami az ő kezében van. A körözés az biztos, és szerintem a büntetések nyilvántartása is máshogy alakul, én legalábbis máshogy tudom, mint ahogy a Tomi, de hogy... Csak 2 szóval, hogy ez nem a büntetések nyilvántartása, hanem a büntető eljárás alatt állunk. De az nem a Prius. És egyébként én pontosan így tudtam, ahogy te is mondod, egészen addig, amíg nem találkoztam azzal a jogsegélyessel, aki átküldte ezt a levelet, meg a határozatot, meg mindent, és akkor találtam meg ezt a jogszabályi pontot, és ezért én azt gyanítom, hogy ez nem vagyunk egyedül, akik ezt nem annyira tudják, és hogy általában megkapják az erkölcsi bizonyítványt azok, akik elterelés alatt álltak, és már befejezték.
amit megmondasz, a rendőri igazoltatás, az önök teljesen egyetértik, az igen, ők nem látnak erre rá. Ez lehet kapcsolódik ahhoz a csűréscsavaráshoz, amit az elterelés költségeinek a megfizettetéséről volt, hogy én kerestem nagyon sokáig azt a jogszabályt, hogy hol is ment át ez abba, hogy akkor az elterületnek is meg kell fizetnie, és akkor én nagyon homályosan van leírva, hogy ami egyértelmű, mert két jogszabályt is módosítottak, a büntető eljárásról szóló törvényt, a másik meg az igazságügyi szakértőknek, tehát a díjazása, tehát a bűnügyi költségek megfizettetéséről szólót, és valami ilyesmi volt, hogy végül az volt benne, hogy akkor is fizetni kell, ha valaki gyanúsított volt, mert hát az elterelés ügyben ő gyanúsított volt, és sőt, ő elkövető volt, mert be kell ismerni az elkövetést, tehát ott a gyanúsított az beismerő vallomás után mehet elterelésre. És a másik meg olyan homályosan volt fogalmazva, hogy nem tudom, hogy bűncselekménnyel kapcsolatban hozható, vagy valamilyen nagyon-nagyon homályos dolog, és lehet, hogy itt a különböző adatbázisok, legalább három ezek szerint, meg különböző hozzáférési jogosultsági szintek így vannak bekalibrálva, vagy lehet, hogy valamelyik ennyire homályos, hogy bárki, aki kapcsolatba került így bűncselekménnyel, hogy gyanúsított volt, lehet, hogy arról egy külön adatbázisban, egy külön jogosultsággal valaki hozzáfér, azt nem tudom, hogy a járőr hozzáfér. De valószínűleg itt legalább három adatbázis van. Egyrészt nyilván kell tartani azt, hogy valakinek két éven belül volt-e ügye, mert attól függ, hogy akkor az elterelés feltételé fennállnak-e a következő ügyébe. Még annyit tennék hozzá, hogy egyébként, és ez nem városi legenda, konkrétan egy kollégám, egy rendőrségem megkérdezte, hogy nekem egy 98-as igazoltatásomat megtalálja a rendszerben a rendőr, és megtalálta. Jó, tehát egyébként törölni kell, tehát alapvetően az EU-s és a GDPR-ról sokat lehet hallani. Az EU-s rendeletek alapján ezeket a nyilvántartásokat egy algoritmusnak kéne egyszerűen törölni magától. De azt, hogy milyen párhuzamos nyilvántartások vannak, és ez nem ilyen Conteo vagy valami, hanem az egy másik kérdés szerintem. Jó, tehát ugye azért ezen az országon volt Pegasus is meg, szóval hogy ne legyenek illúziói. Sziasztok, én azt szeretném kérdezni, hogy ugye említettétek, hogy az UPA-nak minősülőszerekkel sokkal szigorúbban járnak el, és hogy nincs lehetőség elterelésre, hogy ennek a konkrét oka az micsoda, vagy hogy ez miért van így? Nem járnak el szigorúbban, pont hogy egy kategóriával lájtosabb az UPA. Az eredeti ötlet az UPA mögött pont az volt, hogy mivel hogy nem ismerjük őket, ezért nem tudjuk a hatásaikat, nem tudjuk, hogy milyen kockázat jelent, és csak azon az alapon, hogy van az elővigyázatossági elv, azon az alapon rögtön börtönbe zárni embereket, az elég necces. Magyarország szerint nem. Magyarországon, ahogy megjelenik egy szer az EU-ban, az, hogy mit tudom én, nem tudom, Észak-Norvégiában a posta lefoglal egy darab, ezért hangya fallosznyi méretű valamilyen anyagot, már bekerül egy adatbázisba, és Magyarország ezt az adatbázist, ami csak az Európai Drogmonitorozási Központnak egy adatbázisa, ezt az adatbázist már annak veszi, hogy akkor nem is kell kockázatértékelést végezni az adott anyagra, hanem rögtön mehet föl a célistára, a régi célistára, ami már rögtön büntetőjogi következményeket von maga után. Itt a büntetési tételekről a nagyon szép OCD-s Excel táblázatom ki van dolgozva ugyanúgy UPA-ra, UPA birtoklásra, UPA kereskedelem, kábítószer birtoklás, kábítószer kereskedelem. És az a különbség, hogy kb. Egy kategóriában van lejjebb mindig az UPA a kábítószertől. Tehát ami kábítószerben mondjuk 5-20 év, az UPA-ba 5-15, ami kábítószerben 2-8, az UPA-ba 1-5, és így egyre lejjebb. És akkor a legalján az van, hogy a fogyasztás és a csekélymennyiség birtoklása az szabálysértés. Tehát a kábítószerek azok rögtön a büntetést, tehát a bűncselekménytől kezdődnek, vagy vétség, vagy büntet. Viszont az UPA-nál még van ez a lehetőség, hogy a legelső, a legkisebb az csak annyi, hogy csak szabálysértés. Előtte az volt, hogy az nem volt büntetendő egyáltalán. Tehát ott volt a nulla, utána a nullából csináltak szabálysértést, a kápsziknál meg mindegyik valamilyen bűncselekménnyel kezdődik, max van elterelés rá. Tehát ez egy kicsit ilyen visszás, hogy most melyik a jobb, a szabálysértési bírság, vagy pedig az elterelés. Tehát az elterelés az szociálisan jobb lenne nyilván, de hogy olyan szempontból járnak el az UPA-val szigorúbban, hogy nem kockázat értékelik, és kaphatsz, nem tudom én mi a maximumot, 5-15 év. És akkor most ez, amiről szó volt itt, hogy a
mindig felmerül az az ötlet, hogy szigorítsunk a drogtörvényeken. Erről van egy gyönyörű évekre lebontott grafikon. Elfejtettem megmutatni, nem akarjátok, hogy megmutassam? Amiben az van, hogy hányszor szigorítottak már az UPA jogszabályon, de rengetegszer, és még az van hátra, hogy akkor jó, akkor gyakorlatilag még fölfelé toljuk az egészet egy kategóriával, hogy olyan sötétpiros legyen annak is a jobb alsó sarka, mint a kábítószernél. Ezt még nem lépték meg, de ez az, ami folyamatosan be van lengetve, hogy szigorítsunk az UPA szabályozáson. Úgyhogy ez egy ilyen izé, hogy utána már nem tudom, mit tudnak csinálni, utána már vagy az van, hogy állítsuk vissza a halálbüntetést, vagy az, hogy mérjünk légicsapást Borsodra, mert ott a legtöbb az UPA használó, de tényleg most már ez a szigorítás már igazából elég nehéz tovább szigorítani, hogy a kábítószereknél még szigorúbb legyen. Még ez az egy lépés hátra van, de azon nagyon sokan dolgoznak, hogy még keményebb legyen. Csak olyan szempontból értettem, hogy ugye UPA-nál azt mondtad, hogy nincs elterelési lehetőség. Az azért van, mert az UPA fogyasztás és csekély mennyiség birtoklás az egyáltalán nem bűncselekmény. Az elterelést azt a BTK határozza meg, és az csak a bűncselekményekre van, de minden kábítószerrel kapcsolatos dolog az bűncselekmény. A legalsó része, a leglájtosabb része, ami társadalomnak nem annyira veszélyes, ott az elterelés, a büntetés elkerülési alternatíva. De mivel az UPA-nál a legalsó, legjelentéktelenebb rész az csupán szabálysértés, ezért ott az nem bűncselekmény, ezért nem kapcsolódik az elteréshez. Ez az, ami most akkor remélhetőleg jól ki lesz dolgozva, de én szerintem olvastam ezt, hogy a UPA fogyasztó és büntetőjogi blabla, és akkor, hogyha az UPA, a fogyasztó meg a büntetőjog, ez a három egymás mellett van, akkor az szerintem eléggé rossz ómen. Még egy picit az UPA, az csak egy, ami nem a jogi része feltétlenül, hogy azt azért látni kell, hogy az új pszichoaktív anyagok használóinak a elég nagy százalék az elég rossz szociális környezetben él. Ez nagyon sokféle oka van, illetve egy másik százaléka meg olyan, aki meg fiatal, mondjuk is, hogy tök új anyagot próbálnak ki, meg könnyen elérhető, vagy hozzáférhető. De hogy ezt piszkálgatni, és ezt büntetgetni, azért egy elég veszélyes dolog, hogy ez most súlyos vagy nem, de hát nyilván itt arról van szó, hogy a magyar állam az mint minden más állam próbál a drogpiac után futni, és akkor, hogy ezt hogy próbálja kivitelezni, hogy egy most már gyakorlatilag globális piacon elég modern vegyi eljárásokkal bármit le lehet fejleszteni, akármilyen anyagot, ami tudatállapotot tudja módosítani, ami egyáltalán nincs ebben semmilyen jogszabályban. És akkor mit csinál a magyar állam? Ezek egy része baromi olcsó, és szociálisan mondjuk egy olyan réteget tud érinteni, akinek ezt tudja megfizetni, hogy kiüsse magát, meg olyan helyzetben él, hogy ő ki akarja ütni magát, mert egy nyomorban vagy szegregátumban. A másik pedig kísérletezget, és hopp, ezt is lehet rendelni a netről, akkor mondjuk szívjuk ezt nem tudom, F-bár után. És hogy ebbe piszkál bele a magyar állam, úgyhogy közben nagyon sokszor ilyen tudományos evidenciákat nem vesz figyelembe, meg semmiféle kutatást nem végez arra, hogy ez tényleg mondjuk így ebbe meg lehet halni, vagy nem tudom, mit lehet ezzel, mit csinál az idegsejtekkel, vagy a szervezet. Szóval ilyeneket nem csinál, csak egyszerűen bünteti. Szóval ez egy nagyon-nagyon veszélyes terület, és ez ugye most kezd egyáltalán racionalizálódni, mert nem olyan nagyon rég, ez olyan rendeletekben volt ráadásul eldugdosva, amíg egy bíró nem kérdezte meg az alkotmánybíróságot, hogy ez oké-e, amit tényleg én gyakorló büntetőjogászként két órán keresztül kerestem, hogy hol van, pedig azért 20x éve vagyok a szakmában. Na most ez bárkinek, egy állampolgárnak esélye sincs, hogy megtalálja. Szóval hogy úgy büntetünk valamit, hogy azt se tudod, hogy mit büntetünk. Szóval, hogy most már ez legalább egy rendeletben van, a belügyminiszter úr határozza meg, ami remek hír mindannyiunk számára. Az igazoltatással kapcsolatban lenne kérdésem, hogy kell valamilyen oknak lennie ahhoz, hogy téged a rendőr igazoltasson. És hogy ezt a gyakorlatban számon kérni, az igazoltatás végén ez hogy is megy a gyakorlatban, mert nyilván alapvetően ezzel nem érdemes szórakozni, de ha esetleg úgy alakul a macskáknak, akkor ez a gyakorlatban hogy is néz ki? Ez egyik kedvenc témám, de nem leszek nagyon hosszú. Az egyik volt, amiről szó is volt, a Strasbourgban teszteltük, ez a fokozott ellenőrzés, mert az igazoltatás az lehet egy rutin része, meg olyan, amikor egy adott időszakban, egy adott területre mindenkit lehet okés cél nélkül igazoltatni, ez a fokozott ellenőrzés. És Magyarországon ennek, ugye nyertünk Strasbourgban ezzel kapcsolatban ügyet, de igazából még mindig olyan a háttere, hogy
bármit, bárhogy lehet elrendelni fokozott ellenőrzést. A megyére, országra, valamilyen indokkal, és akkor nem tudsz igazából ellene mit csinálni. És hogyha el van rendelve, akkor nem kell plusz ok, akkor igazoltattam és kész. És minden másnál ugye az okot és célt meg kell jelölni, és a másik, ami meg megy az igazoltatás kapcsán, az egy ilyen alapintézkedésnek veszi a rendőrség, mert azzal nagyon jól lehet az intézkedési statisztikát turbozni. Igazoltatás nem túl bonyolult dolog. És lehet annyi, hogy tényleg ellenőrzik a személyazonosságot, és akkor mehet tovább. És ez nehezen megy be, hogy ennek is kell oka és célja legyen. Közben, az igazoltatás közben természetesen az elvárt az együttműködés. Minden rendőri intézkedés alatt az elvárt az együttműködés, kivéve azt egyébként a rendőrségi törvény is tartalmazza, hogyha valami nyilvánvalóan jogszerűtlen. Az igazoltatásnál egy kicsit nehezebben képzelhető el, de mondjuk egy rendőri ruházatátvizsgálás például, ami azt mondja, hogy na, akkor tudd le a nadrágodat az út közepén, az nyilvánvalóan jogszerűtlen, annál mondhatja az állampolgár, hogy na, ezt nem fogom megcsinálni. Ugye ilyet is megtehet a rendőr, de az a rendőrség épületében azt már motozásnak hívják, és megvannak a szigorú szabály. Hogyha valaki nem ért egyet az igazoltatással, mert tényleg csak az volt, amit mondtam példában, hogy a idős néni aluljáróba sétál, ez, ugye miért kéne tudni, hogy hívják a néni, az panasz tehet. Panasz eljárásnak két módja van, és azt én nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon fontos is, hogy tegyen panaszt, hogyha nem látott semmiféle okát annak, hogy igazoltatás alá került. Egész egyszerűen azért, mert nem fog tanulni soha a rendszer, hogyha nincs elég panasz. Nagyon sokszor úgy vannak vele az állampolgárok, hogy mégis odaadtam a személyt, aztán mentem tovább, és miért tegyek panaszt, nem történt semmi. És ez nyilván egy fájdalommentes, kettőperces művelet, és abból aztán tényleg nem történt tragédia a nap közepén, de akkor sosem, erre mondhatja aztán meg a rendőrség, amikor számon kérik a fölösleges igazoltatást, hogy na hát ügyvéd úr vagy nem tudom, kedves TASZ, hát nézzük meg a statisztikákat, van évi 15 darab panasz. Hát akkor nincs ezzel gond, nem? Tehát, hogy ezzel most mit a jogállamiség? Ugyan már hagyjuk már ezt. Tehát az állampolgároknak kutyát nem érdekli. Igazoltatjuk, az kész. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy fontos panaszt tenni. És akkor indul egy panasz eljárás. Ez egy hosszú lenne, ezt most szerintem nem fogom végigmondani, de egy közigazgatási eljárás, lehet utána ugye perre is menni. Én azt gondolom, hogy én most nem tudom, ezt a Tomi nyilván jobban el tudja mondani, hogy ott azt csinálni ügyeket. Szerintem a nagyon kirívó a jogsértő fölösleges igazoltatással több civil szervezet foglalkozik. Én dolgozok egy másiknál is, a jogriporternél önkénteskedem, de a Magyar Helsinki Bizottságban is dolgozom, ott van ilyen ügyünk, ami gyakorlatilag egy fiatalnak a csak azért való igazoltatása, mert fiatal, és akkor mivel a Moszkva tér környékén van, ez jó esélye, még van is nála fű, és akkor ezért igazoltatták. Aztán az indokolásban ilyenek voltak, hogy hát jó, nem volt gyanús, de hát mint a tanúba is azt olvashatjuk, hogy az is gyanús, aki nem gyanús, nem? És szóval szerint ezt írta le a második kereti rendőrkapitányság, de tényleg nem. Még egy vicces elmondani, de az ügyfelünk nem nevetett olyan felhőtlenül. Szóval, hogy azt gondolom, hogy legyen panasz, és akkor aztán meglátjuk, hogy a rendőrség mit tud erre mondani, és egy kritikus pontnál szerintem meg tud változni a gyakorlat. Én egészen addig azt gondolják, hogy ez a rendőri munka része olyan, hogy nem tudom, fölveszi reggel az egyenruhát, meg elmegy igazoltatni. Tehát, hogy ez egy rutin, igen. Általános intézkedés, minden abból indul, hogy először igazoltatunk, és akkor majd megállunk. Meg ez olyan nagyságrendű, hogy én régebbi nem is tudom, vagy taszos vagy drogriporteres vagy Helsinki is. Én brosúrából emlékszem, hogy ilyen évi 2 millió igazoltatás történik, és abból körülbelül évi 5000 volt az adott évben az, ami valamilyen intézkedéshez vezetett. Tehát, hogy mennyi az akkor? Az 1.995.000-ből hát valószínű az a 15, hogyha éppen véletlen panaszt tett, és hát az meg 0,00 sok 0%, és akkor nyilván azt mondják, hogy hát mi a gond ezzel? Sok százezer van még biztos, tehát hogyha nem is, talán már 2 millió nem, de még mindig nagyon-nagyon sok százezer van, és jó esélye nagy százalékban totálisan fölöslegesek. Ezeket tesztelni kell minél több panaszta és minél több bírósági ügye, egyébként az illetékmentes eljárás, úgyhogy ingyen van. Igen, bocsánat, a panaszt, azt 30 napon belül a helyi rendőrség vezetőjéhez kell előterjeszteni, és akkor utána, hogyha az nem oké a határozat, akkor lehet fellebezni, és utána bíróságra menni, de lehet hogyha 30 napban kifut valaki, akkor egy éven belül lehet az ombudsmanhoz is fordulni, azzal vannak problémák a
ombudsmani intézményen is, általában meg azzal is, hogy utána ugye hiába megyünk később bíróságra, a bíróság nem tud megváltoztatni, csak új eljárásokat elrendelni, és akkor ilyen limbóba ül az ember, 8 évig jár, megnyeri a pert, visszamegy, ezzel megint utasítják, megint vissza. Szóval a legjobb 30 napon belül az adott kerületi vagy városi kapitánynál panaszt tenni, utána a bíróságnak joga is lesz megváltoztatni, akár is helytadni a panasztát. És ha jól tudom, akkor a Helsinki és a TASZ oldalán is lehet találni ilyen formanyomtatványokat, vagy ilyen szempölöket, amiket, igen, tehát, igen. Hogy hogyan kell egy ilyet megírni, ezeken az oldalán, a TASZ és a Helsinki oldalán is lehet ilyeneket. Ugye pont ezért kell az intézkedés végén a rendőrtől megkérdezni hogy az igazolvány számát, vagy a nevét, meg a beosztását, meg a szolgálati helyét, hogy akkor a szolgálati hely szerinti kapitányságon lehet panaszt tenni? Igen, tehát hogy az egyenruhában intézkedő rendőr, különösen 2006 óta kisebb döccenőkkel, de hogy egyébként a nevét, meg azonosítóját, azt a jelvényét, azt látjátok az egyenruhán, az már megvan, és akkor a szolgálati helyet, meg a beosztást kell megkérdezni. Aki meg civil ruhás nyomozó, az is meg kell, hogy mutassa az igazolványát, az külön meg kell, hogy mutassa az igazolványát, és akkor úgy utána kell megkérdezni. A szabály az egyébként, hogy pontosítsak egy kicsit, hogy ha a körülményekből nem következik más, akkor az intézkedés elején kell ezt magától elmondania. És utána, hogyha ezt nem teszi meg, akkor utólag, és kérdésre is. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor ez persze nem kivitelezhető, tehát hogy mondjuk egy tekes akciónál, akik ugye nem fognak azzal, hogy jó napot kívánok, Kovács Géza, százados vagyok, és a beosztás helyem ilyen tekes laktanya, hanem hát oda mennek az emberre, és ráugranak, és bilincselni kell, mert tényleg kell, tehát hogy nyilván itt vannak kivételek, de alapvetően előre kell az intézkedés megkezdésekor nem csak a napszaknak megfelelő köszönés, hanem ezeket is, az egyenruhán meg rajta vannak az adatok, szóval ezt lehet a beosztás, meg a szolgálaték. Erre pont rá akartam kérdezni, mert felmerült ez a bilincselés, mert ha jól tudom, de nem vagyok jogász, hogy bizonyos oka kell, hogy legyen a bilincselésnek, tehát akkor, amikor az intézkedés során, hogyha feltételezhető tehát hogyha ellenállást kell megtörni, hogyha szökés, vagy önkárosítás, vagy nem is tudom, mi volt a negyedik. A támadás azért. Támadás, szökés, önkárosítás, vagy a ellenállás megtörése. És ez a négy az, ami okot szolgál arra, de egyébként nem. Tehát olyan nincsen szerintem, hogy rutinból valakit megbilincselnek. Ez, amit mondtam, volt ilyen, hogy a delikvens, akit éppen kipakoltattak, és hát találtak nála egy nejlonzacskónyi érdekes dolgot, ez egy oldallépést tett, mert ez egy kapuajba történt, és azt már szökésnek vették. Viszont ha jól tudom, akkor lehet panasszal élni az eljárás ellen. Tehát, hogyha valakit anélkül megbilincselnek, hogy ezek fennálltak volna, akkor azért is lehet panasszal élni. Minden rendőri intézkedés, és ezek az úgynevezett kényszerítő eszközök, tehát a testi kényszer, a bilincs, az kényszerítő eszköz, de egyébként ilyen a köznyelven gáspének hívott vegyi anyaghasználat, egyébként a szolgálati kutya is egy rendőri kényszerítő eszköz, hogyha a dogmatikát nézzük a rendőrségi törvénynek, meg a lőfegyver használása, minden ellen, a rendőrségi törvény, hogy pontosan milyen esetekben, de gyakorlatilag minden rendőri intézkedés ellen lehet, és hogyha jogszerűen, akkor azt tanácsolom, hogy kell is panaszt tenni. A bilincselés az oké, akiket mondom, vannak kivételek persze a bilincselésre kapcsolatban. Például ugye most ment a sajtóban nagyot az olasz állampolgár hölgynek a tárgyalásra folyamatos bilincses előállítása, ami azért elég nagy port vett föl, és sokan vonják azt kétségbe, hogy automatikusan az ilyen típusú előállítások nem mindig kell a bilincs. De ez egy másik hosszú téma, ez nem a kábszeres bűncselekmény. És elméletileg az működik, hogyha valaki így felteszi a kezét, akkor nem bilincselhetik meg? Van egy csomó olyan intézkedés, amikor nem használnak bilincset, nem kötelező, és szerintem egyébként a legalább annyi józanul, emberségesen gondolkodó és eljáró rendőr van, aki nem használ bilincset, de azért tegyük hozzá, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a rendőr azt gondolja, hogy nem kellett volna, és aztán mégis megtámadják, és azért valamilyen szintű elővigyázatosságot tudok indokotnak tartani, de valóban minden ügyről meg kell tudnia mondani a rendőrségnek, hogy pontosan milyen ok volt, ami indokolta ezt a kényszerítő eszköz használatot. Az a kérdésem, hogy az együttműködési kötelezettség az a kérdésekre való válaszolásra is kiterjed, de amerikai jogvédőknek van egy olyan dumája, hogy megkérdez a rendőr, akkor az a válasz, hogy nem válaszol a kérdésekre. Miért nem válaszol? Nem válaszol a kérdésekre, biztos úr. Tehát nem kell magamról információt szolgáltatni, hova megy,
Nem válaszolok kérdésekre. Honnan jön? Nem válaszolok kérdésekre. Ezt meg lehet-e csinálni igazoltatás során? Hát az igazoltatás, tehát akkor nem gyanúsítás, meg nem ülünk a rendőrségen, utcán vagyunk igazoltatás. Az igazoltatás ez egy közigazgatási eljárás, tehát nem nincs gyanú, meg semmi ilyesmi. Alapvetően az állampolgároknak a törvényekből az elvárás feléjük, de nem kötelességes, nem lehet szankcionálni, hogy működjenek együtt a hatóságokkal. Ez nem csak a rendőrségre vonatkozik, hanem az okmányirodára, a tűzoltóra, az STK-s orvosra, bárki. Szóval, hogy azért mégis az a, egy jog, most akkor itt ilyen idézőjelek, meg itt tudom, ezeket nem kezdek el bohozkodni, de egy jogállamban az alapvetően ez a deal, hogy állampolgárokként fizetünk adót, ezért van egy stabil jogrendszerünk, és akik a jogrendszer szolgálva nekünk dolgoznak a közérdekében, azokkal mi együttműködünk. És akkor tehát ez az alapfelállás. Tehát a válaszom az az, hogy egy jogköveti állampolgár az együttműködik a rendőrséggel, de a fölösleges kérdések, meg ez a nem tudom, beszámoltatósdi, ez nem gondolom, hogy a rendőrnek a feladata. Tehát amikor ilyen szintű indokolatlan kérdéseket tesznek föl, akkor szerintem nem kell ilyen típusú, ilyen mélységű kérdésekre válaszolni. Tehát a rendőrnek eleve az, hogy miért állít meg, és hogy mit kérdez, már is egy adott cél kell szolgálnia, és nem azért, mert unatkozik, meg nem tudom, kíváncsiskodik. Szóval semmi köze. Lehet válaszolni, nem köteles. Ez nem amerikai jogvédők feltétlenül, hanem szóval Magyarországon is ugyanezt következik a józan észből is, hogy segíteni kell a munkáját, ha az indokolt, és látszik, hogy annak van értelme, hogy miket kérdez, de akkor se kötelessége senkinek. De egy idő után, hogyha mondjuk egy logikus indokolt kérdésekre nem válaszol, akkor az annak lehet következménye, oké? Okay? De önmagában azt, hogy nem feleltem a rendőr kérdésére, amikor azt sem, hogy tehát nem tudom, hogy mit akart tulajdonképpen, annak nem lehet következménye. Szóval mindig az adott helyzetben kell ezt megítélni. Szerintem a főszabály az egy értelmes együttműködés, de ilyen szervilis, mindenre válaszolgatok, fülét, farkát behúzott ilyen, hogy ne persze biztos úr típusú mentalitásnak, szerintem egy ilyen öntudatos polgárnak nincs helye. A szó szerint a rendőr az felvilágosítást kérhet az állampolgártól. Tehát amíg az úgy a felvilágosítás kategóriájába tartozik, nem olyan személyes izé, hogy hívják a haveromat, akitől éppen jövök, vagy hol lakik a barátja, vagy ilyesmi. Hát az nem. Viszont amit itt írtam, hogy sokszor, hogy ez a semlegesen együttműködő, az lehet lenni. Tehát, hogy proaktívan semmit nem kell kezdeményezni, vagy interaktálni. Állsz, nézel. Egyébként a rendőr is olyan, hogy ott áll, és akkor úgy próbálja levenni a rezgésedet, tehát hogyha te ideges vagy, akkor rá fog kérdezni, hogy maga ideges? Miért ideges, vagy valami? Tehát, hogy ők is azért van, amikor úgy próbálnak rángolni, állsz, nem csinálsz semmit, a kezed látható, és nem mondasz semmit, ezért bámulsz, és várod, hogy legyen valami. Ha kérdeznek valamit, akkor viszont szerintem állampolgári jogod mondjuk 90-es IQ-snak is lenni, vagy 80-asnak, neked nem muszáj tudnod dolgokat, meg hablatyolhatsz te bármi más témát is. Ez nem kihallgatás, ahol neked tanúként kötelességed lenne válaszolni. Tehát, hogy ott vagy, aztán Tehát most honnan tudják ők rólad, hogy te neked mi a kommunikációs stílusod? Megállítottak, aztán amit ott prezentálsz, akkor téged abba a kategóriába raknak. És ha látják, hogy na jó van, akkor nem fognak tőled extrákat kérdezni. Szóval a fő üzenet az, hogy legyetek öntudatos és tájékozott polgárok. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük a vendégeknek, hogy segítettek minket tájékozottabb és öntudatosabb polgárnak lenni, és támogassátok a jövőben is a Drogriportert. Még tervezünk így a nyári kánikula vagy uborka szezon előtt még egy Drogriporter Szabad Egyetemet. Pontosan majd megírjuk a Facebook oldalon, hogy mi lesz a témája. Arra is majd gyertek el. Köszönjük, hogy itt voltatok.